Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ah, gyerekek. Ja. Necces volt. Hello. Hey, jó reggelt. Itt. Hát nem sokon múlt, de megjöttünk. Szundi? Szundi is nem múlt? Hát van meló. Van szakkör, gyerekek, van szakkör. Komolyan mondom, ha még egyszer valaki azt mondja, hogy az ő gyereke végül húzza az éjszakát, abba hagyom a rádiózást. Vége van. Írjátok meg jó. Azok is, akiknek 20 éves gyereke van. Ennyi már végül. Gyerekek, fél négy óta fönt van. Fél négy óta és üvölt. De és mert nem szereted, tudjuk, nem? Szereted, hogy föl kell kelni. Azt mondtad, hogy neked jó. De Riki szakkörözött vele, én csak hallottam most ő volt a soros, ma este vagyok én. De hát ez szóval, hogy... Az a baj, hogy nem ismerik a baba nyelvet. Lehet, hogy azt megölti reggel óta, hogy szeretlek benneteket, boldog vagyok. Figyelj, a hasfájós babák az nem úgy, hogy este kezdi el? És ilyen 8-tól rázendi, 10-ig, 11-ig kólikás fáj, a hasa elalszik, vége van. Tehát este tök jól elalszik. Éjjel egykor fölébred, kaján legyen, oké, nagyon jó, visszaalszik, 3-kor fölébred, és üvölt, nyöszörög, sír, fáj, görcsöl, mozog, és mi figyel minden. Napközben meg nem. És napközben nem. Napközben nem. Ha nekem, ahogy én emlékszem a múltkor, amikor elcsaptam a hasam. Na. Ért, hogy az nem egész nap van? Tehát, nem, a kólikások azoknak este jön. Tehát az ilyen hasfájós babák azok általában este tombol. De és akkor utána nem megy a nap? Hát nem, akkor emészt valószínű, mit tudom, én nappal alszik, nem tudom. De hogy ez tényleg hogy van, gyerekek? Hallod, nem lehet, hogy egy másik idősávban nemzettétek? Én nem és tudom, hogy ahhoz van szokva. Tudod, az idő eltolódás neki, akkor van kicsit korábban. Igen. Tehát a hasban egy másik időzóna van. Igen, lehet. Most egy teljesen más időzónában van. A gyerekek, ez szörnyű. Tehát a gyerek sírásnál, vagy a baba sírásnál, én nem tudom, hogy van-e bántóbb frekvencia zaj, amitől egyszerűen már tényleg ne, és a tehetetlenség, és a türelmetlenség, és a kihavatlanság, tudod, ez így kumulálódik, és fél ötkor már azt érzed, hogy most vagy te mész a falnak, vagy kiugrasz, vagy ráteszel egy az egészet. Párnát a baba ágyra, és akkor tompul az aj. Tehát, hogy ott hagyod az egészet. Én már tudom, hogy hát, nem is szeretném behoznom semmi ilyen témát, ami ilyen zavaró zajokról szól, mert gyakorlatilag nem tudok lapot dobni arra a lapra, amit te hozol be. Nálunk ugye már negyedszerre cserélik le a routert, és van egy olyan frekvencia, ami folyamatosan sípol. Tehát ismeritek, amikor bekapcsolod az internet elérhetőséget, hogy akkor fel tudjál menni a kedvenc oldalaidra, és akkor 10 perc múlva. És elsőre észre sem veszed, csak hogy valami marhára zavar. És akkor valami a zavar, és amikor már az egy óra után így kezd így olyan szinten zavarni, hogy majdnem megőrülsz. Azt kihúzod. Nem? De tehát, akkor meg nincsen internet, tudod? Hát jó, tehát, de azért akkor aludni még tudsz. Tehát persze. Éjszaka nem nagyon kell internet. Ezért vezettem fel úgy, hogy mondom, igen. Hogy... Ott van meg, hogy ez a gyerek... Persze, nem tehát tudsz aludni tudsz, de napközben, tudod, és amikor a készüléket tudod, ami egyértelműen gyártási hibás, amikor már egyszerre cserélik ki, meg a tápot cserélték benne, mert mindent cseréltek benne, és akkor már szaki is azt mondja, hogy hát ez ilyen. De akkor hozzon egy másik fajtát. Ez ilyen. Nem hát, lehet? Hozzon igen, másik Igen, de az fajtát. A másik fajta, az pedig ez egy másik szerződés, és másik szerződést ezzel a céggel te ne kössél, mert onnantól kezdve már a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal kéz nem tudja, hogy mit csinál a jobb láb, a bal láb nem tudja, hogy mit csinálta a jobb kéz, tehát hogy itt nem szabad, nem szabad gondolom, semmi újat. Gondolom, újra kötni, hogy ezt bontsuk fel, Vadon úr, az egy nem. Ezt fölbontod. Nem, ezt nem szabad. És utána úgy van, hogy ugyanannál semmit. Az ügyintézőnél nem tud az újat lekötni, tehát azt kérik majd, hogy amúgy ezt fölbontottátok, Vadon úr, menjen ki az ajtó, hogy jöjjön be újra, és akkor meg tudjuk kötni. Így van. De nem jó az minden, amit már egyszer megkötöttél, ami egyszer már működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni a cégnél, mert ha egyszer bármilyen folyamatot is elindítasz, onnantól kezdve nincs megállás. Vegyél te egy routert. Egy jót, bemész a boltba, bedugod az összeset, amíg nem sipol, azt elhozod. Nem szabványos. Nem ennek a... De egyébként kicserélted, én is kicseréltem. Nem ez szerepel a papírok, igen, csak vissza kell cserélni, amikor majd jön a szaki. Ja. Hát visszarakod egyszerűen, ennyi jön a szaki, én is kicseréltem, veszel egy jobbat, egy nagyobb teljesítményt, azt neked valaki egy ott dolgozó 3000-ért vizébe, fúsiba kicseréli, csak jön a szaki, akkor visszarakod. Én a cég szakiát kérdeztem meg, hogy nincs egy erősebb, de mondtam, fölírta a típusszámot, megvettem, bedugta. Kicseréltem, és tehát otthon te használsz nyugodtan erősebbet, mást.
Tehát az nincs az, hogy akkor lekapcsolnak. Mert hogy attól nem lesz jobb az internetet, hogy a router az erősebb. Hát hogy maga a jel az. Az nem, annyi. Attól függ, csak hogy a jel az mondjuk föl, nekünk kellett, hogy menjünk fönti szintre mindenhova, úgy fölöttük, és ez úgy jobb. De hogy nem fogod lebakolni, és akkor egész... Meg fizetsz elő, és akkor 100 jön rajta. De hát akkor veszel egy nagyot, és akkor ingyenesre teszed az egész lőrincet, ilyedet használja. Ja, vagy ez is igaz. Hát ne blokkold le, vagy nem tudod, kódold le, aztán hadd szóljon. Na mindegy, bácsik, én is ki tudnám húzni a gyereket. Gyerekek, én kihúznám. Komolyan, forsi, posz, jó, paf, kész, jó, na, akkor majd reggel 8-kor bekapcsolunk, apa főrak a izére. Tőtőre. Figyelj már minden, már olyan a megymagos melegítő párna, az infakolcsepp, a biogája, az eszpumizán. A figyelj, minden van. De mindenkitől jönnek az ötletek? Nem, hál' Isten, ilyen téren nincs, tudják, hogy... Felejtsd el, majd én mondom a tutit. Tudják, hogy van annak a kialvatlanságnak egy olyan szintje, amikor már nem akarsz ötleteket hallani. Tehát, hogy már nem tudod, elmondja az infakolt, meg a biogája. Jogáját, mint ha most jönnék a Holdról, tudod meg a ízét. Próbáltátok az eszpumizát? Fialad, 4 liter van a gyerekben. Infakot próbáltad? És a megymagot, a párnás megymagos melegítés. A hasára? Az hát egyébként a tényleg jó. Igen, tehát ha este arra jól alszik el, igen, melegíti a hasát, és akkor kinyúlik, de figyelj, nem tudom. És ha egész ebből most nincs kiút. Nincs, ha egész este meleget tennétek rá. Mert hogyha melegre elalszik, akkor azért ébred föl, mert kihűl a megymag. Jó, tényleg. Ugye? Hideg megymag. Az a hideg megymag, az nem annyira. Nem annyira szerencsés. Nem, majd jönnek az ötletek. Hát ugye 3-4 hónapos ez kinövi, de hát nem tudom. Azért most a Benni is másfél éves koráig még úgy fekett háromszor, mint a húzat, úgyhogy nem tudod. És úgy azon gondolkozol, hogy másfél hónapos, vagy 3 hónapos korára kinövi, az még másfél hónap, az nem tűnik ömeszének. Mi van, ha nem? Tudod. És akkor ülsz ott éjszaka, járkálsz így a gyerekkel, éjjel fél kettőkor, tudod, így aludnál, tudod. Megvan az álmosság, amikor úgy kezd föl, hogy húz vissza az ágy, tudod, amikor így azt érzed, hogy nem tudod fölemelni a karodat, az megvan az a típusú fáradtság, hogy kimész a budira, és jössz vissza, és már alig várod, hogy így berodjál, és alhassál, tudod. Emlékezetből mész ki. Emlékezetből mész ki. Na és itt így fogod a gyereket, tudod, mindened zsibbad, nagyon fáj mindened, és arra gondolkozol, azon gondolkozol, hogy mi van, ez másfél év? De nem gondolkodhatsz. Mi van, ha ez mondjuk most egy év? Hallgass már vissza néhány olyan adásunkat itt a Morning Show-on, arról beszéltél, hogy a gondolatteremtő ereje, meg megkapod azt, amit a legjobban félsz, stb. Ne, tehát hogy hallgass vissza magadat, és jó. Ne adja a jel ilyesmi, hogy mondta, igen, ki növi. Akkor ezen mivel lehet leszedálni, tessék? Ha már a fájdalmat nem lehet csinálni. Pálinkás kenyér. Az jó? Mindig bejött. Tényleg? Persze. Egy korty? Nem kell kenyérke, pálinkába megáztatod. Így van. Egyet. És nem mondjuk... a gyereknek a pálinkát, igen, magatoknak. Persze! Énekelj kicsim! Papa! Na most azt énekeljük, hogy zöldre van a zöldre. Igen. Mi mozzog a zöldre, velő csipke bokorban. Hát igen, az a szerencse, hogy a Benni nagyon jól alszik. Tehát, hogy egyszerűen, hál' Isten, ő nem, egy külön szobában vannak nyilván, tehát ő rettenetesen jól alszik. Tehát ő szegényként csak azt érzi, hogy sokkal türelmetlenebbek vagyunk, talán egy kicsit vele is, mert próbáljuk nyilván nem ráterelni a dolgot. Tudj, leesik egy borsa, mit csinálsz? Igen. Ne hozzád össze magad! Menjél már fürdeni! Jó reggelt! Jó reggelt! Mi az, hogy jó reggelt? Nem aludtam semmit! Menj vissza a szobádba aludni! Szóval, hogy hát ez embert próbálom. Nem, igazából nem az álmosság, mert most sem vagyok úgy álmos, hogy most mindjárt leborulok a pult és álmos vagyok, hanem az a fajta kilátástalan csüggettség, tudod, amikor úgy azt érzed, hogy arra mész haza. A zavaros jövőkép, a nyugalom, az idill, és egy olyan frekvencia, ami egyszerűen tönkre teszi a napodat, és azt érzed, hogy agyilag nincs kiút. Tehát most 11-ig is tudnék folyamatosan beszélni, nem lenne baj, tehát nem úgy vagyok fáradt. Nekünk se. Tegnap altattam a Benit, és úgy altattam el a Benit, hogy a szobája előtt lehet fölmenni a felső szintre a házon, és ültem a lépcsőn, mert a Benni mindig szereti hallani, hogy ülök a lépcsőn. Következő posztban vettem észre magam 10:30-kor, hogy a Benni már alszik. Kicsit adott. Két fejed közé hajtani. Két fejem közé behajtottam a fejemet, lábad. Ültem a lépcsőn, mert néha kicsit, apuci itt vagy, mondom, itt vagyok aludja. Apuci itt vagy, igen, mert nem fekszem oda melléd, illetve oda fekszem, de kijövök. Ilyen 10 órakor kijövök, elválunk, és akkor még neki az megnyugtató, hogy ülök a lépcsőn, mert mi a saját ágyunkban nem engedjük be. És azt vettem észre, arra keltem, tudod, amikor így megriadsz, mert álmodsz valamit, hogy elaludtam a lépcsőn úgy, hogy a fejemet rábólintottam az ölembe. És eszembe jutott az a csávó, aki elmondta, hogy Dél-Amerikában így alszanak a börtönökbe. És azzal vigasztaltam magam, hogy ez nekem csak egy este, ott viszont évekig alszanak így. És ettől sokkal jobban lettem. És az a csávó jutott eszembe, hogy ő mondta el nekünk, emlékeztek, mikor itt volt? Hogy úgy alszol, hogy a hideg kövön ráborulsz, mert nincs ágy, ráborulsz a kezedre,
És ráadásul fél álomban, mert mindig félsz, hogy vagy kirabolnak, vagy meg akarnak ölni. Nagyon fázol, nincs ruhád, ugye, és ő jutott eszembe, és azt mondtam, hogy akkor mégsem olyan szörnyű helyzetem. Itthon vagyok a kövön, a lépcsőn ülök, nincs akkora baj, viszont vannak dél-amerikai börtönök, ahol minden nap így alszol el. És ettől egy ilyen álom, édes álomba szenderedtem, tudod. Visszahajtottad a fejed, és reggel lett. Fél 12-kor arra, hogy a gyerek nyűszög, arra egy fölriadtam hirtelen. A lépcsőn. Az milyen, hogy a lépcsőn alszom el. Szóval hát ilyen napok vannak, gyerekek. Hogy, szuper. Hogy így elszenderedsz így a lépcsőn, és akkor ott hogy hívják, és már mindenről lemondasz, és akkor majd egy kis pici kezet érzel majd a vállalon, és Benni oda megy hozzád, és azt mondja, hogy apa, egyszer ennek is vége. Ő annyira türelmes, annyira helyes, és tudod, az a szint, amikor nem emlékszem, hogy jutottam be a szobába. Tehát arra emlékszem, hogy felkeltem, megriadtam, hogy úristen, létezik, hogy elaludtam a lépcsőn, de nem emlékszem, hogy jutottam el a szobáig. Nem tudom. Csak már 3 óra 30-kor, vagy 2 óra 30-kor, amikor a gyerek elindította, akkor ott voltam már az ágyamban. De hogy oda begyináztak, átvittek, mi történt közben? Viki, fölkarolt, gyere drágám! Tette bennem kárt, vagy bármit, azt egyszerűen nem tudom, csak már ott ébredtem a mi szobámban. Igen, anyósom visszajött a helyzettel, és esetleg csinálta valamit. Úgyhogy, hát gyerekek, nem. Ne nő, nagyon jó. A Benni nem jelezte még, hogy vigyük aki vissza? A második gyereken gondolkodik, az... Azt csináljon még egyet, arra, egy harmadik gyerek, nem gyerek, két gyerek káosz. Úgyhogy jó, nincs az a baj. Meg lesz a tesó nélkül. Ha Benni még van visszaút, gondoljátok meg. Benni nem mondta még, hogy vigyétek vissza. Nem, ő nagyon szereti képzelni. Na, még azt kéne. Na, akkor viszont fölkötöm magam. Mert az fogok egy zsinort, lemegyek a garázsba, átdobom a lámpát, fölhúzom magam föl, neki csináltuk, azért legyen tesó, meg majd kell, meg ne legyen egyedül, tudod, meg hát a fiúnak tesó. Ha mi már nem leszünk, legyen kibe kapaszkodni, ha most még ő bemondja, hogy neki is. Ne. Kötél. Húz. Nem is tudod, bikakábe. Bikakábe. Piros, kék, tök minő. Mert azért most már is kész. Kiszállok itt, hagyja, vége van. Hónapja az van, hogy azért látja rajtatok, hallja ő is, hogy sír a kicsi. Azért ilyenkor előfordul. Nem, de emlékszik, hogy vele is így volt. Nem, úgy volt, hogy ő nagyon apás lett meg anyás, hogy többet kell vele játszani, tudod, nem akar egyedül levetkőzni. Tehát ilyen jelei vannak, hogy megy fürdeni, régen ledobta a ruhát, és számoltam 3-ig, és az volt a verseny, mire 3-ig számolok, már benn van a kádba. És 2:30-nél bement. De jó volt, tudod. És azt hitte, ő nyert, közben én nyertem, mert nem kellett levetkőzni. 1-2, jó, na már benn vagy a kádba. 399. 4600. Nem, 2-nél elalszol. Igen, 4617. Igen, bujócska mindig úgy indul, hogy belealszom, a gyerek meg fél órát ül a spejzba, mert sose találom meg, mert én meg elalszom. Úgyhogy hát igen, gyerekek, nem egyszerű. Apuci Noel Beté díjas. Igen, vissza lehet vinni. Úgyhogy hát aztán közben hallom, hogy milyen gyerekek vannak máshol, ahol iskolaválasztás van, milyen gyerekek vannak máshol, ahol kamaszodik 18 éves, és nem tudom, és akkor kicsit mindig arra gondolok, hogy azért ez a kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ez igaz. Mert hogy közben meg 14 éves, és utálja a szüleit, és nem akar hazamenni, 16 éves, és megkóstolta a kis drogocskát, aztán nem volt annyira jó. És akkor arra gondolok, hogy... Arra gondolok, igen, hogy azért most még az a legnagyobb baj, hogy föl kell 3 órát is üvölt, szóval, hogy visszasírjuk mi még ezt. Tudod, és ha kicsit mindig nálad rosszabbra gondolsz, akkor egyből jobb neked. Tehát akkor egyből jobb. Ha fölveszed, akkor abba hagyja. Nem, most semmire akkor nem hagyja semmi. Abba. Most van egy olyan masszív 3 óra, hogy sem megnyugtathatatlan. Uh-huh. Tehát, hogy egy ilyen, nem is tudom, hogy micsoda ez. Mert mondom, ha fölveszed, megnyugszik, hiányzik. Már Magdóra? Ne. Úgy, igen. Úgy, de jó, hogy nem aludtál. Hogy akkor hiányzik a szőrös apai karra, hogy akkor vesztek egy gorillát otthonra, vagy... Nem, egyébként nem rossz ötlet, mert ugye akik az állatiparban dolgoznak, vagy az állattenyésztésben dolgoznak, azok talán ismerik a fantom koca fogalmát, amire rá szokták ugratni ugye a izét, a hímeket, hogy aztán pedig kicsurgathassák az ő értékes magjukat. Kell egy fantom apát és egy fantom anyát beszereznetek jó szőrös karokkal. Az összes az a baj, hogy arra se nyugszik meg. Tehát hallod? Úgy nyöszörök, tudod, hogy ilyen megnyugtathatatlan. No. Ez a lerakott sír, fölke, nyöszörök, fáj, forgatja. Tehát nyilván fáj a hasa. Tehát, hogy szenved az emésztéssel. Meg. Minden, egy ilyen majom azon gondolkoztam. Igen, a jellegzetes testi tüneteitekkel, bocsánat, hogy így fogalmazom. Befújom a parfümöt. Nagy fej, hogy hívják, szőrös alkar, hogy hívják, mit tudom, mert köré raksz még néhány sztoridiat, felveszitek az egyik női pulcsitok. Tudod, hogy, és akkor így, hát, ha gyereket át tudjátok verni. Simán. Csak el kell rakni napközben a anyósod benne, és de beszél, nem, ez csak én vagyok. Beszél is a majom, tehát lehet csinálni. Mondj föl kazettára valami ízét. Szöveget, és ott menjen.
Aludj már, hazamész, tudod, aludni nem tudsz, mert mindig van valami, tehát nehogy azt gondolod, tudod, hogy nappal aludjál, és akkor éjszaka kibírod, nem, mert intézd el, vedd meg, tudod, patikát, tehát nincs, napközben nem alszol. Hazamegyek, és az időt mosolyal, tudod, már-már, mint egy beleröhögve az arcunkba, tudod. Hagyjatok szinte aludni. Szólít, hogy apa, igen, de jó, igen, itthon vagy. Hagyjatok aludni. Ez van a gyerek fején napközben. Hagyjatok aludni, de az ember úgy van kódolva, hogy éjszaka akar aludni. Tehát hiába vigasztal a tudat, most leheveredhetsz egy órára, tudod, ilyen kicsit abszurd. Igen, ilyen fura módon fölébredsz, ilyen izzadságtól átítatva, fázva, fél kettőkor délután, nem tudod hány óra van, nem az igazi. És bárki, este akarsz aludni. És bárki jön délután, ismerős, rokon, bárki azt látja, hogy egy gyerek hihetetlenül nyugodt, egy tündér, egy fantasztikus csöpség, azt mondják, kicsit azt hiszi, hogy jó. És ezt végighallgatjuk, azt mondják, hogy ezek a Balázs, ezek paranoiások hallanak, az a gyerek az egész nap halszik, hát az egy tündér. Az egy fantasztikus csöpség, hasfáj. És az az állapot, amikor nem fogadott hívásaim tegnap, nézd a pirosat. Tehát, hogy itt senkit nem hívsz vissza, senkivel nincs kedved beszélni, senkire nem vágy, mindenki. Ha fölé megszól a telefonot, hagyjatok! Tudod, nem hívlak vissza! De keres! Elképesztő. És itt senki, nincs erő telefonálni, tudod. Hívjuk vissza őket adásban. Tényleg, most fél hét. Nagyon kerestél, ne halagudj, szia. Milyen tudok segíteni? Igen. Gyerekek, szélcsövezésben a legnagyobb vagyok, írja valaki. Célcsövesztétek a gyereket? Nem. Soha? Soha. Nem éltetek igazán. De aha, nem baj. Lenyalod nyár. Én nem hiányolom annyira. Nem éltetek még igazán, hanem szélcsövesztetek. Na, majd erről később mesélek. Hát ez egy nagyon nagy sztori, a szélcsövezés. Soha nem kellett soha. Neked? Senki? Nekünk semmi? Jött. Nem. Jön? Én nem mondok sztorikat, mert tudom, hogy most csak olaj lenne a tűzre, tehát hogy most két hét után végig aludt minden éjszakát, 9-kor kelt egyszer meg, ilyen éjfél körül, nagyon... evett 5 percet, aztán visszafeküdt. De ilyen gyerekek nincsen. Akkor mérgesek voltak. Így van. Most is hozott egy 4-est! Irodalomban! Ugye kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Hát igen, gyerekek, nem mindegy. Úgyhogy ez a mi újság. Tudtatok aludni? Persze, de én hoztam is nektek ajándékot, mert... Hoppá. Azt mondja, hogy Rákosigyen van egy nagyon jó kis cukrászda, és hát olyasmit láttunk ott, hogy a Balázs annyit beszél éjjel-lappal, tényleg mindig azt hallom, hogy hiányzik neki, hogy kell neki, hogy akarja, hogy újra enne, és hogy csodálta, és hogy miért nincsen, és egyáltalán gyakorlatilag egy fétise ez a cukrászipari termék, és akkor hát láttuk, hogy van, akkor mondom, hozzunk már, és mindannyiatoknak, és fogyasszátok szeretettel. Ennyit még összesen nem beszéltem fogja. Soha egy cukrászipari termékről. Hogy ne, de hogy ne, mindig ez van, éjjel-lappal, a téli fagy, de jó lenne újra enni, és milyen jó a volt. A klasszik kókuszos, az egyik, a másik meg diós, vagy magyaros. Igen, magyaros. Azt mondja, hogy a dobostortának a krémjével van töltve, azért ez talán nem ugyanaz a kategória, ami annak idén a 80-as években volt, de hát annyit beszélsz róla, annyit mondott, és mindig is látom, és lecsóranak, és nyálad a kis szád szélén. Az a baj, hogy ezt az ízt nem fogjuk tudni feldolgozni. Tehát, hogy ez nem a régi, emlékszel, a régi ilyen műanyagcsomagoláshoz, az azt is kerestem a padláson, de sajnos már nem találtam belőle egyet, csak pedig akasztam volna, de hát amikor ezt megláttuk, akkor azt mondtuk, hogy hát ezt nem hagyhatjuk. Igen, mert ez vélhetőleg jó, ezzel az a baj. Előfordulhat. Igen, a régi, az meg nem volt jó. Az a krém, hát attól besírtál. Fogyasszatok. És ez cukrászi? Cukrászi Paris? Persze, de nem hiszem, hogy... Nem jó a felépítés, mert Feri hozta a reggelit, látom, persze. És akkor utána egy kis desszert. Feri iszonyos mennyiségű házi sajtot hozott a világ legjobb pálpusztaiával, azt nagyon szépen köszönöm. Azt nem bontjuk most ki, mert a Nem, mert akkor, hogy hívják, akkor szétszéled a társaság szerintem. Mi ketten vagyunk, akik ezt szeretik. Sós után az édes, jó? Na, nagyon jó. Komplet. Nagyon köszönjük, nagyon rendes vagy. Hát, jóféle téli fagyi. Már annyit, csak néger csók hiányzik. Annyit beszélsz róla, annak is eljön az ideje. Azt nem csinálja valaki a néger csókot? Van, kapható, de cukrászilag én nem láttam. De nem ilyen kirekesztő elnevezéssel, azt te is tudod. Illetve, igen, színes bőrű csók, vagy akkor hogy mondjuk. Ha egyszer csodát akarsz látni, nézd meg a néger csóknak az összetevőjét. Hallod? Az konkrétan egy vegyipari termék, egyfajta műanyag. Tehát, hogy az múltkor beleszaladtam, mondtam benne, hogy vegyünk, mondom, felejtsd el. Kíváncsiságból megnéztem,
Hát figyelj, a hihetetlen. Tehát az, hogy aroma, meg eperízű aroma, az arra azt mondtam, hogy na, fene vigyel, hát most egyszer eperízű anyag, minden. A műanyagszéktől kezdve ilyen összetevő listája volt. Elvileg egy eperhabnak kéne benne lennie, egy csoki krémnek, meg egy piskótának. De figyelj, nem hitted el. Hát de azt ugye valahogy az eper aromát elő kell, vagy az eper ízt elő kell valahogy állítani. Csomó exkluzív bogárfajta. De hogy egyébként ott azért az ember a feelinget keresi. A feelinget keresett. Én azért megnézném, hogy az egykori négercsokot most akkor már másképp hívják, hogy hány százalékban veszik, mondjuk 30-asok, 40-esek. Szerintem nagyon magasak. Igen, nagyon magas százalékban, mert ők a feelinget keresik. Pont Feri mondott most egy érdekes dolgot, ami pont ehhez kapcsolódik, hogy mit kezdtek el gyártani. A löncshúst. Hoztam egy csomó ízét, de várjál! Olyan löncshúst hoztam, ott van kint az asztalon, a Hunyadi téri hentes, azt mondta, hogy figyelj, mindenki kereste, és mondták, hogy konzervbe veszik, és megcsináltuk rendes húsból, mindenféle tartósítószer nélkül, viszik mind a cukrot. Mert imádják. Olyan rossz emlékeim vannak róla. Ugye? Pont a Jani mondta, hogy akkor még ő se volt vega, kibontotta a löncshúst, és ott, ha rosszul volt betöltve, akkor így félig el volt csúszva, és a többi az ez a sárga zsír. Sárga, ilyen zsírréteg volt rajta, ehetetlen volt, büdös volt, és a kutyának itt letetted, és ez is megvont a vállát, és arrém ment. Nem. Tehát, azt mondta, hogy ez nem. Ad a macskának. Ilyen csirke farhát szagú, ilyen, fú, az valami szörnyű. Na, nagyon fura volt. Hát nyilván a Hunyadi téri hentes is kb. Úgy csinálja ezt a löncshúst, mint ahogy a Rákoshegyi a cukrásza ízét, a téli fagyit, azért ez már minőség. Igen, hogy volt egy emléked, azt nyilván meg kell hozni, vagy ugyanúgy vissza kell hozni, de rendes alapanyagokból. Ezt keresed, ezért nézegeted a régi fotókat is meg, ezért mész el az osztálytalálkozókra, és hát, ha ugyanazokkal a csajokkal találkozol, de hát minden változik. Igen. Ami fönn volt, az is már lent. Nem. Na, jó tanács, megjött? Nagyon sok van, azt írja valaki, majom a gyerekhez. Mondjuk a nézettségben már jobb volt egyszer, úgyhogy látha a gyereknevelésben is lenyom. Látod? Valamelyiknek belefutottam, valamelyik csatornán adják a Charlie a majomot. Persze jönnek a jó tanácsok, tehát a fektesétek a csupasz mellkasotokra, onnantól kezdve az előemésztett tápszerig próbáljuk bepolyálni, és az édeskömény, tea és a szélcső, minden megoldás. Neked kell előemészteni a tápszert? Hát kérdés, hogy jön vissza? Na, humorizálnak szerintem. Nem? Vagy hát legalábbis én még ezt a verziót nem hallottam. Emésztet, hogy valaki megemészti. Érdekesen hangzik, igen. Ne, hagyd, dehogy elhív. Tehát ez a megrágom előtt is, aztán átsúsztatom a szájába. Hát csak egy jobblokát. Na, az már tényleg... Dehogy is, ez hülyeség. Nem. A Noel nem főemlős. Tehát, hogy ezt így összetévesztétek őt valakivel, tehát, hogy a majom az pótléknak kell. Tehát, hogy nem úgy kellett, mint egy majom a másik majmod. Amik én majom vagyok, én majomként etetem. A majom szeretettem. majom szeretettem. Figyelj, ki kell gyűjteni, és ki kell írni otthon egy ilyen táblára félcel, és akkor mindig egyet egy nap kipróbáltuk, és aztán lehúzzátok róla. Ez se jött be. Rájöttem egyébként, hogy azon szülők, akik megtalálják a megoldást, azok úgy találják meg, hogy addigra a gyerek pont kinövi. Igen. Tudod, és 3 hónaposan meg volt az infakol. Az a biogája, nem, már kinőtte. És pont addigra van meg, tudod, mire azt hiszed, hogy megvan, de nem, 3 hónaposan egyszer csak a gyerek kinövi. Na jó, hogy állunk játékkal? 2-2. Hát, bizony, sorsdöntő. Necces. 2-2, elmehet a hetünk? A múlt hét ugyanígy 2-2 volt péntek hajnalban, aztán 3-2-re megnyertük, úgyhogy most is ezt kell tegyük. Meg kell húzni, nem szabad. Azt elkezdenek zárkózni, elkezdenek feljönni, nem. Csirájában kell ezt az egészet elfolytani, nem? És odalépni. Mert aztán tudod, ketten a tőzöngenek, tizenőzöngenek, forradalmat csinálnak, jönnek, nem jó. Nem csináljuk szabad. Azt, hogy fél évig minden hetet megnyerünk, meg és utána, egyet. És utána? És utána már lehet bármi. Mennyi? Akkor megvan az év. Megvagyunk. Ez mennyi júniusig körülbelül? Július hetet még meg kell nyerni. Igen. Jó, tehát első 6 hónapot meg egy hetet, és utána, megvagyunk. De nem már bedobjuk decemberbe, hogy ki az univerzum királya. Nem, soha többet nem dobunk be azért. Nem. A galaxis királyában benne vagyok, de az univerzum királya. Az univerzum királyát nem vagyunk többet. Na jól van, oké, fél hét múlt pontosan 3 perccel. Jó, ha valaki játszana, a szokásos módon küldjön nekünk SMS-t, mi meghallgatjuk Ákostól a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 7 óra lesz pontosan, 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon sokan jelentkeznek játékra, gyerekek. Úgy látszik, hogy most mindenki a mi fejünket akarja, mert hogy 2-2 van, és hát nagy az esély arra, hogy itt valaki beüsse az utolsó pontot, és ezáltal elvegyék a hallgatók az első hetet tőlünk. Nagyon, nagyon nagy érdeklődés van a játék iránt. És nyilván kire fognak kimenni?
vagy rámenni. Aki nem aludta ki magát. Igen, mindenkit akarnak, igen. Szabadhegy bevezető KPM 81-es útnál, vagy úton Győr felé. Mindenki vigyázzon, ez a szemét telepnél van. Gabi küldte nekünk. M3-as Budapest Miskolc, erős oldalszél. Autós társak, figyelem, ezt Bandita küldte nekünk. Köszönjük szépen, ezek a legfrissebbek. Egyébként tényleg szél van. Én is éreztem, hogy valami nem stimmel, a hideg is hidegebbnek tűnik, és úgy mozgatja az autót. És állítólag a hétvégén is elég cudar. Eső szombaton, igen. Vasárnapra már mondanak, hogy is napsütés, de marad az ilyen mínusz 8-10. Tél van. Azért az kemény. Nem tűnik annyira jónak. Igen. Na jól van, gyerekek. Megnézzük, hogy ki a játékosunk. Jó, a hét utolsó játékát már el is kezdjük. Már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia! Zsófi! Igen. Hello, Zsófi! Zsófi, mi honnan hívtál minket, mi újság? Tiszaújvárosból. Tiszaújváros. Tiszaújváros. Az jó. Tiszaújváros. Az nagyon jó. És mit csinálsz? Hát jelenleg én itthon vagyok két kislánnyal, van egy 3 évesem és egy 16 hónaposom. Az kemény. És, hát mondhatjuk, igen, eléggé. És egyébként most kezdtem bele egy kislány ruha webshopban. De jó, milyen, ezt úgy imádom, otthon van két gyerek, tesz, és akkor azt mondja anyu, hogy valamit csináljunk. Igen, valamit csináljunk, mert nagyon unatkozik. Én az jó. Megőrülnék. Hát igen, igen, mondjuk az embert lekötik a gyerekek, de azért amellett jó valamit csinálni. Alszanak? Még igen. Már nem úgy, hogy most, hanem úgy általában éjszaka. Nem, úgyhogy ezzel együtt tudok veled érezni. Hát, kicsit izgultam, úgy, hogy mit mondasz. 3 éve nem aludtam. Nagyon, 3 éve. Na, az kemény. Igen. Na jól van. Zsófi, kivel szeretné játszani? Ferivel. Ez az. Király. Ferivel. Jó. Indítjuk akkor az órát. Jó, 2-2 van, úgyhogy nagyon kell a pont. Jani? 3-2 van, fejlő! Te is tervezed a ruhákat? Én csak árusítom, és én ezt ki is tettem neked a közösségi oldaladra valamelyik, nem? Lájkoltam! Hát, még szerintem elkerülte a figyelmedet, mert ezek nagyon cukik kis cicűszoknyák, petiszkört szoknyák. Saját gyerekeiden mutatod be? Saját gyerekeiden? Persze, rajtuk. De csak piros színű van. A csak piros színű van, ugye? 11 féle színben elérhető. 11? Igen. Köszi. De kár. Igen. Hát ez egy igen volt, ha jól hallottam, még hozzá nem is egy, hanem 2. Jaj. Hát ugye a szakmai büszkeség. Bizonyám. Zsófi, olyan jól ment, mi történt itt a vége felé? Elfáradtál a koncentrálásban? Sajnos igen. Igen, ez a színre való ráterelés, ugye ott akkor rögtön az jutott eszedbe, hogy ki nem mond, hogy nem csak piros van, vagy fekete is, van fehér is van, mondtad, hogy 11, ez nagyon ügyes, és abban a pillanatban az agyad elengedi az igen nemet. Igen. Előre belőled a kereskedő. Nem, ezerféle színben van természetesen, és méretben, de rendelésre is felveszik. Igen. Sofikám, jól ment, csak a végén elfogytál egy picit. Már majdnem meg volt egyébként. Nem baj, majd legközelebb. Igen. Köszönöm szépen. Köszi a játékot, csáó. Sok sikert a bizniszhez. Hello. Gyerekek, az 5. megnyertét. Bocsánat. Verhetetlenek vagyunk. Elnézést, ne haragudjatok. Berágtunk. Így tényleg van. Berágtunk. Ez a Galaxis és az Univerzum királya cím, ezt most vissza akarjuk szerezni. És nem is tesszük föl. Évvégén. Mindent egy lapra. Jól van. Szép volt. Jó játszott pedig, megérdemelte volna. Ügyes volt, egészen flottul ment, aztán valahogy egyszer csak itt teljesen elfáradt, kihagyott, és ott 2 darab igen. Eszébe jut, igen, mindjárt fölkelnek a gyerekek. Ja. És vége, ja, és vége van, igen. 5-7 egymás után, hát semmi okunk a szerénységre. Amúgy se sok nekem, tudod, de hát most így, ezek után meg most tényleg ember legyen a talpán, aki szerény tud maradni. M0-as, M5-ös, M43-as Makóig jól járható, Zső Papi küldte nekünk. Köszönjük szépen. 2 perc pontosan
7 óra, újra meghallgatjuk Ákos híreit, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van a hét utolsó munkanapja. Ez mindenképpen jó hír. Az nem, hogy hideg lesz a hétvégén, nagy havazásra nem kell számítani, csak hát hidegebbet mondanak, hideg frontot, esőt, szelet és mindent, ami jó így januárban. Nagyon jó lesz, hát itt a hétvége a pihenésé, a hosszú alvásé. De este, amíg akarunk, fönt vagyunk a reggel. Túlaludjam magam, ahogy szedem. És sem, hát annyira én is ezt tolnám. Ugyanúgy, ha ilyen helyzetben lennétek, hazamegyek, akkor át fogok aludni. De én már ma délután egy kicsit megalszom, hogy este tudjak bulizni egy nagyot, megyünk a haverokkal, szétnézünk. Én nem biztos, hogy felkelek este. Te rohadékok. Én délután lefekszem, egy kicsit alszom, de lehet, hogy egyébként nem. Nem állítom be az órát. Most minek is? Úristenem, azt nem is tudom milyen, hogy addig alszom. Tehát azt nem is tudom, az milyen, hogy addig alszom. Már azt nem tudom milyen, amikor alszol, nem, hogy addig alszol. Majd elmesélem én. Meséltek már milyen, amikor három órát alszol egyhuzam, hogy az milyen, az jó. Az jó, jó érzés. Holnapi 11-kor megébredek, hát tudod, akkor ilyen jobb oldalon szokott. Akkor így megroppantom, és akkor már megint jó. A múltkor azt elmondtam, hogy akkorát aludtam. De tényleg, nem is de álmodtam. Még egyáltalán. És felkeltél, és rájöttél, és hogy tényleg álmodtál, és tényleg óriásit aludtál. És aztán vissza akartam mondani, de annyit aludtam, hogy már olyan kipihent voltam, hogy egyszerűen nem sikerült vissza. Nem, lefekszel, és csak hánykolottam. De kicsit azért még feküdtél. Csend volt otthon a lakásban, ugye, ilyen tök nyugalom. Persze. Az olyankor jó, hogy ébredés után, tehát nem kell egyből ki... Szóljon már hozzám valaki! Nem kell egyből kiszállni az ágyba, picit még úgy fekszel. Jó ide, jó lesz. Hol. Én mondom azon gyerekeszülőknek, akik velem vannak, én tudom, sose vagy olyan magányos, mint hajnali fél kettőkor a válladon egy síró gyerekkel. Soha nem érzel akkora magányt és el nem múló éjszakát. És álló időt. Akik velem vannak, tudják, miről beszélek. Ránézel az órádra, fél kettő. Ránézel az órádra, negyed három. Ránézel az órádra, 2:40. És még tudod, és te vagy a világ legmagányosabb embere. Csend van a lakásban, mindenki alszik, és... És nagyon, nagyon lassan múlik. Tényleg. És soha el nem múlik. Képzeld el, Jani, találtam egy tök érdekes cikket. Az van, hogyha keveset alszol, akkor könnyebben megbetegszel, öregszel, gyorsabban, nem tudsz fogyni, és hogy nagyon fontos még, hogy a zavara van a kis, igen. A kis pajtásodnak. A kis marsal is. Tehát azért jó, hogy mi tudunk aludni rendesen. Hát ezért nem érzek ezek közül a tünetek közül egyet. Ugye, nem öregszünk, nem vagyunk betegek, és hát... Igen. Igen, hogyha egy ilyen filmet kéne készíteni róluk, vagy olyan sorozatot, akkor olyan lenne, mint a 24, ilyen osztott képernyőbe lehetne látni, hogy a Feri édes dörre oda bújik a békához, tudod, izét. Egyes kép. Vagy én is mosolyogva fekszem, bent a kis hálózsákomban, a kis hogy kell, kizsimben. Igen, hármas kép. Most elaludt, leteszem, nézd, alszik, gyorsan bújjon be az ágy alá, ágy alá, ne, az ágyba, ott vagyok az ágynál, magam húzom valamit. Most menj. Na jó, megyek, hagyjad, megyek én, ne maradjál, megyek én, megyek én, meg szélcsövezzük meg, jó, szélcsövezzük meg, hát a segít. Nem szélcsövezzük? Mi ez a szél? Mondom, mi a szélcső, nagyon nagy szerkezet. Most ilyen pici szélcsövünk van, ez egy narancssárga kis gumicső, de egyébként a klinikai... Ezt arra dolyom, hogy a kísérletekhez használ, nem repülőgépek tervezésénél, nem? A klinikai szélcső az körülbelül ilyen, az egy ilyen 30 centis hosszú cső, olyan, mint egy hurkapálcika. Levetkőztetett kis gyermekedet. Egyébként feltárja neked szűz ánusz rózsáját, ha szerencséd van, akkor éppen semmiféle halmazállapotú csapadék nem érkezik belőle, mint a múltkor, amikor arcom vágott. Arcom vágott, és mondtam, milyen szép ez a gyerekkor. Ugye 10 év múlva rám vágod az ajtót, hogy utállak, apa, mert kamasz vagy, most viszont még arcon szarsz. És ugye, hogy ez mondani neki? Emlékszel, amikor arcon ugye, szart? Hogy mi szülők azért mennyi mindent megteszünk a saját gyerekünkért, akik aztán 15 évesen kamaszan majd azt mondják, utállak, apa, hagyjál, és bemegy a szobájába, és akkor elmondod neki, hogy igen, utálsz, 15 éve azért jusson eszedbe, hogy mit csinálsz. Én dugtam a fenekedbe. Igen. A csövet. Na tehát fogod a szélcsövet, ez egy hosszú cső, bekrémezed, a gyermek már sandít és látja, hogy szörnyű dolgok jönnek. Ficánkol várja, vagy inkább összehúzza? Hát, összehúzza, fogod a két kis lábacskát, hátradugod, és ezt a 30 centis csövet egészen bátran, 10-15 centig benyomod a fenekébe. Oh. És amikor már azt gondolod, hogy nem nyomod tovább, már meg kéne, hogy álljál, ott még van 5 centi, ami simán bemegy, krémes, finoman púl,
becsúszik az ánuszába. Egyik gyűrű, másik gyűrű, átmegy, érzed a gyűrű, ahogy fogja, átmegy, és abban a pillanatban gyerekem leereszt a kölyök. Leereszt. Ha nagyon nagy a baj, akkor megy egy kört a szobában, mint a leeresztett Luffy. És te soha nem voltál még olyan boldog, és sose örültél még annyira 40 éves fejjel, amikor meghalod ezt a psz, 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 psz. Kihúzod a szélcsövet, és akkor még ugye jön a kis termék, mert ugye az megindítja aha. neki, és a gyereknek a maszkszerű, ilyen vicsorgó sírása átmegy, nagyon idült, ilyen mosolyszerű állapotba. És akkor hol van az árás? Nem a legvégén a gyereknek? Hát a legvégén ott van, hogy ugye ingerled ott egy picit, és akkor ő kakil, vagy pedig jön, ahogy kijön a puki. Centit, mert a gyomorik föl megy. Hát nem tudom, hát ott a végbélben nem biztos, hogy 15 centi, lehet, hogy most csak 8 centi, nem tudom. Hát Zsűl, te mit idegetsz a fejedbe? A gyomorik csak neked nem. Szokták csinálni? Neked is csinálják? A gyomorik nyilván nem. Igen. És maga a cső. A belek előtt van a gyomor, tehát hogy a teljes féltranatuson végig kell emelni. És maga a cső az, ami a pukit kiengedi. Hát a csövön keresztül megy a pukit. Van egy kis humorodok, öngyújtott teszed, meggyújtott, villog, tudod, tehát fel lehet ezt dobni különböző dolgokkal. Felfogod befőttes üvegbe. De ha nem szélcsöveztél, még nem éltél igazán. Tehát hát, az egy olyan pillanat a korai gyermeknevelésnek, amikor soha nem örülsz még annyira kakinak. Ebből a szélcső után. Fix modell tűzszelepes változatban nincsen, hogy oda mész, megnyomod, kész. A fején van egy ilyen kis szelepot, lekered, hogy leengeded. Úgyhogy, hát szörnyű a gyerekkor, gondold el, tehát sírsz, csövet dugnak a fenekedbe, nem? Tehát miket kell átélned? De amire hál' Isten nem emlékszünk, tehát van egy jótékony homály, nem? De hogy ezekkel egy de Viki azért szokott fényképezni közben, hogy ezt majd meg tudjátok mutatni. Később. Nem, ezt csak elrakjuk. Elrakjuk így az agyunkba, hogy mit meg nem tesz az ember a saját gyermekért. Na, viszont van jó hírem. Mi képzeld azon, hogy gyerekenként éves szinten 140 ezer forintot is megtakaríthatsz, tehát te 280-nál vagy. Na, hogy tudok, adójóváírás? Ja, mindegy, nem is az a lényege, majd rá. És amit elkölt neked. Az ember pelenkára, meg hát tápszerre, meg babaruhára, háromszorosat költöd. De egyszer ki kéne számolni, hogy 0-tól 18-ig mennyiig felnevelsz egy gyereket. Volt úgyhogy ilyen számolás. Még nem iskolába teszed, még nem azt számolod, hogy magániskola, stb. Csak a ruháztatás, az ebédpénz, az óvoda, nem magánovoda, az állami, a pelenka, a tápszer, a cumisüve. Tehát, hogy ez körülbelül egyébként mi pénzt emészt fel? Valami szerintem nagyon sok millió horror. Forintot számoltunk horror. Egyszer. Ezzel mi foglalkoztunk, volt egy angol felmérés, és az alapján mi is kiszámoltunk, nagyon sok millió forint jött. Tehát az a mondat, hogy amíg az én kenyeremet eszed, az megállja a helyét. Az abszolút. Abszolút megállja a helyét, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig azt csinál, mert hogy igen, tettél bele anyagilag is. Igen. 14 éves korig szerintem úgy nagyjából ugyanaz lehet minden állampolgárnak, hát aztán ugye mindenki más irányba megy el. Hát azért már ott is van az óvodáért, hát fizet, vagy magánbölcsi, ide viszed, oda viszed, de ha mondjuk államit nézünk, akkor azért az akkor is. De az akkor is horror. Iszonyat pénz. Tehát megspórolsz ugyan tényleg, mert adójóváírás, meg adókedvezmény, vagy nem is tudom mik vannak, ugye? Tehát a családonként két gyerek, meg... Tehát rengeteg minden van. És háromnál milyen jó az élet, úgyhogy... De még nem tervezitek. Hajrá! Térre borulok. Ha te ennek most még egyszer nekiállsz, látva az én példámat most, akkor... Én még kettőnek is. Igen? Igen, csak a béka mondta, hogy akkor ma viszont már én szülnék a negyediket, de... Még egy harmadik? Simán, igen. Ha végre hagyja magát... Végre összejön, hogy odaérnél. Mi egy kicsit végén már... Tánc. Óriás bátorság kell hozzá. Három. Mihez? Miért kell? A kettőnél mi változik? Ne fordítsuk komolyra a szót. Nehogy kell. Figyelj, azt mondják egyébként, hogy az egy és a kettő a durva. Ott van a nagy váltás. Mm-hmm. Tehát utána már beszéltem kettem most egy anyukával az óvodában, három gyereket hozott. És mindárom a tiéd, és mondta, hogy nem, de egyébként neki is három. Kettőt itt találtam a busz megállóvár. Csak már behozom már őket. És mondom, hogy mondta, hogy hát... És mondom, kemény, tudod, így akartam erőt meríteni, hogy mondja azt, hogy nagyon, és akkor újra kicsit fellélegzem, hogy jó van, akkor kettőn. És mondta, hogy az a durva, hogy amikor egy volt, és onnantól kezdve, amikor kettő lett, ott lesz nagyon durva. Mert kettő beteg eszik, szakkör, onnan már, hogy kettő vagy három, az már egyébként mindegy. Csak egyel több. Igen. Aha. Tehát onnan tényleg, és ezt mondta, hogy higgyem el, hogy ott van a nagy változás, hogy egy vagy kettő. Mert az egy gyerek az tök jó, el van, nem veszekszik, nincs testvérharc, hát egy gyerek nem gyerek. Megérkezik a második, na ott jön a meló, és onnan már mondta, hogy már simán a negyedik. Aha. Tehát elindul egy ilyen, utána már mindegy. De mert akkor a káosz van így is. A érveléseddel, a reggeli érveléseddel, és ha nem? Tessék? Hát mindig ott van a B válasz, vagy a B útvonal. Mégse úgy. És ha nem. Aha, igen. Így van. És ha nem. Én azt gondolom, hogy ezek a mindenféle ilyen gyerekneveléssel, meg ilyen típusú pedagógiával foglalkozó könyvek, azok úgy érnek majd véget, hogy kivéve Sebestyénéknél. Ezek szerint.
Hát nem, azért sokan van. Nem, mi nem tervezünk harmadikat. Tehát, hogy de most, akkor már tök most van. Akkor már mindegy, értem, nem? Nem, most hát csak mondom, hogy ahhoz képest már nem. Ha neked, mint kedvhozónak, hogyha van kedved, akkor egészen nyugodtan. Nagyon. Hát ki tudja, mit hoz az élet. Hát ha, ugye, amikor először majd a Noel végig aludsz az első éjszakát, és utána annyira örültök majd meg. Nem, akkor még ők alszanak egy darabig, és utána lesz. A harmadik, a nagy örömbe. Biztos, hogy csinálnak már ilyen elkötést, úgyhogy... Biztos, hogy nem. Kasztrálom magam. Euluk leszek, egy háremőrző. Állok majd a Viki háromszobája előtt, egy bárdal a kezembe, bárki be akar menni, ott nagyon szívesen megvédem, de nem, akkor inkább elkötöttem magam. Aztán nagyon szívesen beengedett csak magad ellen, hogy neked nem vagyok. Csak ne bántson. Nem, tényleg nem. Mit gondolkoztok? Esetleg egy harmadik? Hát nálunk ez alap. Igen, már szinte van a kérdés? Jézus, már le a kalappal. Hogy hadd szóljon. Én még azt sem látom, hogy viszed a kettőt. Foglalkozás, tök egyik, jól. Ovi, úszik, ide viszed, oda visz, gyerek, lecke. Párosan kell vállalni. Tehát az úszás az nálunk együtt van. És csak akkor kettőt viszel egyszerre. Az a baj, hogy nekem ez ada. Mondjuk a négy év a kettő között az sok egy kicsit igen. Ahhoz. Tehát mire az egyik elkezd úszni, a másik már ballagott, úgyhogy. Apa, hova megyünk? Megyünk úszni a Noel. Apa, 18 éves vagyok. Nem baj, föl azt a karúszót, a kutyafádat. Apa, én még csak elsős vagyok, nem mehetek érettségizni. Ha Benni megy, te is jössz? Mész. Ha neki megy, neked is megy. Így van, tanultából leeleget. Na nyáron, akkor lenne az érettségi. Szóval mindegynek megvan az előnye átre. Itt a nagykor különbségnél az, hogy a nagyobb már segít, ugye Benni jön, megy, hozza a krém, stb. Fürdet. A csövezést is megtaníthatnád neki. Hát azért az még érzékeny. Oh. Igen. Azért hagyom, hogy rajtam gyakoroljon. Gyere, Benni, szélcsövezd meg apádat. Aha. Kézzel, hogy a Verdák. Te neugrad Ormont, eleget? A Verdák megy a tévébe, és siet. Nem jött a Benni. Gyorsan kezdődik a Benni. Kész, kijött, mehetünk tovább. Én nem tudom, hogy lehet átlátni ezen a káoszon. De tényleg nem. Tehát amikor én látok ilyen 3-4 gyerekes családokat, én mindig elgondolkozom, hogy. Tehát mondják el, hogy bírják idegileg, hogy tényleg semmi másról nem szól az életed, csak arról, hogy megold, öltöztesd, vetkőztesd, tedd be, eszik, beteg, orvos, gyógyszer, patika, ovi, befizetés, feszkó. Mert csak a rosszat látod. Hát nem, ez nem rossz, hát ez nem rossz. Ez, ezeket mondjuk ki, ezek vannak. Ott tehát, hogy a gyereknevelés, azért ezek hozzá, ez a gyereknevelés nem egy rózsaszín köd, én ettől megőrülök. Nem, ezek nem rosszak, hát ezek a tények. Ezek a szükséges hozzávalók. Hát ezek a tények, de nézd a jó oldalát. Mondd azt például, hogy Benni nem kungfuzni jár, vagy hova jár, vagy karatéjozni, érted? Hanem makramézni. Tudod, hova megyünk? Benni, tudod, hova megyünk? Teniszre. Gyere! Benni elkezd szeretni teniszezni. Mi történik? Elviszed. Most leteszed az A pályára, B pályán. Ki játszik? Apa. Persze, nem, én nem, nem, szerintem a két gyerek még kezelhető. Most arról beszélek, amikor 3-4, hogy ott micsoda káosz van. Hogy az, hát micsoda energia le a kalappal a szülők előtt, de tényleg nem? Amikor ugye négyet szakkörözöl át az első 10 éven, hogy ott micsoda logisztika. Jó, de egy csomó mindent meg többen tudnak csinálni otthon. Tehát már a 12 éves besegít ebbe abba, például unóba is sokkal jobban tudtok játszani. Csak nem emlékeztelek meg? Ja, nem, nálunk ez nincs most napi rendben. Egy darabig távolabb kerülünk ettől a dologtól. Amikor ikrek, például hármas ikrek, azt is hogy? Na, oda kell segítség. Nálam mostan az ismerősi körben. Hányas? Kettes? Csak. Első? Tehát első két gyerek? Nem, van már egy 3 éves, és akkor ontom még van. Oh. És vállaltak még egyet, hogy legyen tesó és ikrek? Egyet aztán bedupláztak a kollégák. Jézus Mária. Imádják, nagyon szeretik, de hát nyilván nehezebb mit mondjanak, ha kérdezed, nem? Igen. Rohadt, de hát hogy lehetett két gyerek? Az egyébként rengetege az útnak. Szerintem az ember a saját gyerekéről, meg a gyereknevelésről, szerintem az emberek 80%-a hazudik. Mert a hajat kihullik, tehát ez, hogy gyerekek ki van a tököbb, rohadt fáradt vagyok, meg akarok ölni mindenkit, ez 10-ből 8 ember még csak ki sem meri mondani. Nem, mert azt gondolja egyébként, hogy ő ettől rossz szülő lesz. Hogy lenne? És hallgatok, járok sokat játszótérre, figyelj, hogy ott mi megy, hogy ott milyen presztizselés megy, azt nem hiszed el. Hogy anyukák között, hogy ez miért bűn egyébként szülőként kimondani, gyerekek, a hajam kihullik, megőrülök. Ha még egyszer tehetném, én elkötöttem magam. Nyilván nem mondod komolyan, csak fáradt vagy, nem? Igen. Hogy miért kell ebből egy presztízs kérdést csinálni, hogy nem beteg? Nem. Alszik, sosincsen semmi baj. Tudod, és így tudod, hogy van, mert közben meg ismered más vonalról mondjuk azt a családot, és tudod, hogy 3 hetente a gyerek antibiotikus. Hallom, ma reggel is volt egy kis üvöltözés az öltözködés. De hát ez nem tőlünk jött. Nálunk van, öltözik a gyerek. Hogy ott mi van? Ismerünk egy szülőt, ahol sose beteg a gyerek.
nem mondom, hogy honnan vagy, sose beteg. A gyerek 3 hetente antibiotikumot szed, köpni nyelni nem tud, állandóan betegeskedik. Megkérdezi, és azt mondja, hogy a gyerek nem beteg. Hogy ott magának hazudik, neked hazudik, ott hogy az, hogy neked, van? Neked is, neked? Meg, de, meg de szerintem kicsit, tudod, kicsit, mi azt mondja? Kicsit magának is. Hogy az ő gyereke már pedig nem beteg. És hogy van? Hát most éppen otthon, hogy? Hát egy kicsit köhög. Ja. Ja, de akkor nem beteg? Nem beteg, csak köhög. Mindenki módít. Vagy a legtöbb ember szerintem egyébként a gyerektartás, vagy a gyereknevelésben hazudik. A látszat. Annyira fontos nekik a látszat, hogy kifelé mit sugároznak. Hogy mi vagyunk a boldog család, nálunk aztán minden rendben van, nálunk aztán nincsenek de egészségek. De nem jó azt kimondani, hogy a gyerekek nem alszik, beteg, sokat beteg, a fene vigyel, tök beteges a gyerekem. Hát nem jelen jobb lesz, de gyerekek nem tudom, mi állandóan elkap valami szart. Bocsánat. Ezt így nem jobb kimondani, mint a sose nem, beteg. Józsika, maga az egészség. Ha miért? Magad előtt se vagy nyugodt, ha azt mondod, hogy de, hogy mi se bírunk problémákkal, üvöltözünk a gyerekkel. Ezt nem jó kimondani. Engem például megnyugtat. Én ma bejöttem, és el tudtam mondani a gyerekek, én megölök valakit, nem tudok aludni. Én jobban vagyok. Nekem ez a csoportterápia. Nekem ti vagytok a csoportterápiám, tényleg. Tehát én most ezzel jobban vagyok. Be kell jönnöm, és eljátszanom, hogy minden rendben. Hasszunk, mint a bunda. Ez az őszinteség. Kicsit hasfájósak vagyunk, de aludtuk, ilyen megörülnek. Figyelj meg, legből ők is tudják, hogy hazudnak. Igen, tehát, szerinted persze igen? Persze tudják, tehát hazamegy, és üvölt a gyerek, és nem eszik rendesen, és nem akar tanulni, és vagy túl sokat eszik, és túl sokat ül a gép előtt, és nem tud vele mit kezdeni, de azért persze kifelé akar egy ilyen, hogy mi vagyunk az ideális, mi vagyunk a tökéletes család, hát nálunk aztán tényleg nincsen semmi gond, a titek 3-as lett, hát a miénk 4-es, ja, és egyébként nálunk, hogy a miénk lefekszik mindig 8, hát számítógép, hagyjál, már nem érdeklik a játék, maradj, persze, hogy nem, mindez, nehogy feleselt, mindig szót fogad, tehát ezek mennek. Mert hogy ilyen a látszat, az, hogy mit gondolnak rólad, az sokkal fontosabb, mint az, hogy egyébként mi a helyzet otthon. Tényleg. És jobb, hogy ki beszéled? Hogy ki mit gondol rólad? Igen. De miért te rossz szülő vagy, hogy azt mondod, hogy egyébként nem tudom, ki vagy? Vagy fáradt vagy? Vagy szíved szerint a földhöz vágnád saját magad, és lefejelni, te rossz szülő vagy? Annyiszor nem vagy rossz szülő, nem? Szembesültünk ezzel, tehát annyiszor, tehát tudod, és így alig várták, hogy bármikor, tehát hogy valami renitenskedjen egy kicsit a gyerek, mert elég élénk volt. Nem volt hiperaktív, de hogy azért azzal határos volt, tehát hogy azért volt egy tempó, amit diktált, amit nehezen lehetett követni, hát konkrétan, érted, álltunk, mit tudom én, a zebránál is piros volt a virág, szögdelt mellett. Kétszer állt. De ez tök jó. Szögdelt. Nem tudott, egyszerűen nem tudott egy helyben megmaradni. És akkor persze jöttek a megjegyzések, meg ahogy hívják. Meg a saját gyerekedről, gyerekedről nem akarsz rosszat mondani. De most. Miért? Mert rossz dolog, érted? Mert akkor a saját szülői alkalmatlanságot is bizonyítod. Most a Panna jár iskolai előkészítőbe, és adtak értékelést. És a miénkben benne van, hogy rajzoljon a gyerek, kézügyessége rossz. Aha. Na, volt egy csomó olyan anyuka megint, meg apuka, aki megkapta az értékelést, az volt, hogy mondjuk a beszédkészségén még fejleszteni kell a gyereknek. 6 éves, hát miért ne lehetne fejleszteni? Nem úgy beszél, mint a többi, kész. Majd fejlődik, vagy beszédhibás. Mi volt a válasz? Na, ide se jövünk. Ezekhez. Hát nézd meg, az én gyerekemről ezt írta. Hát ha az van vele. Hát ennyi. Akkor, érted? És mi van rögtön? Nem azt mondja, hogy de jó, hogy leírták ezt, mert akkor tudom, hogy merre kell menni. Tudod, hogy mi a gyenge, kell egy kicsit gyenge fejleszteni. Segíteni akar. Az nem is jó, megvered azért. Nem? Ja. A világ. Hát azért az alap. Nálunk mi volt? Panna, gyere csak ide. Na gyere csak ide. Mit írtak neked itt az értékeket? Mondtam a gyereknek, hazajöttél, nem utasd rossz a kézű, tarts ki a kezed. Fakanálla, olyat kapott érted. Olyan gyönyörűen rajzolod. Melyik kezed a suta? A másikat is mutasd, de hogy játszok. És azt mondja, hogy rossz a ízé az értékelés. Nem az értékelés rossz. Nem. És ismert be, mondd azt, oké, és kezdjünk el, akkor jár, azt fejleszd. Nem tökéletes a gyerekem? Dehogy nem! Az anyád úristen, vagy szépen rajzolsz, hogy összetörlek? Hülye a néni! Nem ért hozzá! Ja, és képzeld el a gyereket, aztán aki iskolába megy úgy, hogy a szülei azt mondták, hogy na, azok hülyék. Azt láttam egyébként, hülyék. Hogy a palik őszintébbek egymással, amikor a barátok találkoznak, elmegy, figyelj, ki vagyok, figyelj, ez van, figyelj, az van, figyelj, fölkötöm magam. És a nőknél megy egy ilyen fura, ilyen presztizselés, hogy kinek szebb, okosabb, kevésbé beteg, többet alvó, nyugodtabb, kis Einstein, és már a NASA kódját feltörő, a relativitás elméletét megfejtő, a kvantumfizikához kicsit már 6 évesen konyító gyerek, tudod, és nem így van. Júli, gyere, mondd már el a véleményed, csak kíváncsi, hogy a nők presztizselnek valahogy, tehát a nők érzik azt, hogy valahogy ebből presztizs kérdést kell csinálni, hogy kinek milyen a gyereke. Én Paliknál sokkal őszintébb beszélgetéseket hallok. Én
Hogy alszik, dehogy alszik, ki vagy rohadtul. És a nők tolják ezt, és sokszor legalábbis, amit én észreveszek, vagy amit hallok egyébként így nő-nő közötti párbeszédet. Figyelj, mondjuk te nem vagy ez a típus. Tehát, játszótéren mi egymással licitálunk, hogy kinek szorabb. Az mondjuk jó. Igen. Jó, az meg már egy ilyen lelki fröld, nekem nagyon rossz. Neked rossz, na elmondom, akkor nálunk mi van. Tehát én nem tudom, én ilyen anyukákkal nem találkoztam. Nem, illetve pontosabban néha az Annától frusztrált vagyok, amikor elmondja, hogy a kislányom milyen jó az iskolában, és akkor óhatatlanul összehasonlítom a Miskóval, akinek meg nehezen megy nehezebben megy a matek, meg a magyar, mint mondjuk a Karcinak, de igen, jó, hát persze vannak ilyen összehasonlítgatások, de én nem tudom, én csak eddig olyanok, hogy anyukákkal találkoztam, ahol mindig azt hasonlítgattuk, hogy kinek szarabb. De az menő, mert abban úgy mész az, hogy akkor kicsit jobban vagy. Nem? Tehát az egy ilyen lelki fröccsöntés a játszótérem. Az abban én egy csomószor mindenkit felül tudok múlni. És te mondod, hogy neked a legrosszabb, tényleg? Igen. Még azt bírom, hogy így bevállalod, az jó. Hát figyelj, én hát nálunk 15 hónap kor különbség van a két gyerek között. Úgyhogy 5 éves volt a Lidi, és akkor a Milán 6, amikor az első éjszakát átaludtam. Na, most akkor köszönöm szépen, hogy bejöttél. Nagyon jó, na, ezt most eddig szerettelek, igen, nagyon jó, hogy itt vagy. Úgyhogy nagyon-nagyon cudar, de hát nézzek az SMS falat. Mondjuk az durva, az egy véglet azért, hogy 5 évesen aludtál. Tehát mondjuk nálunk a Ben is azért 2 és fél 3 évesen más már nem volt baj. Nem, úgyhogy semmi jó, az a 2,5 év, és meg vagyok újra. Én azokkal se tudok mit kezdeni. Hamar elmegy, 2018-kor már tudok aludni. Anyukám nekem mindig azt mondta, hogy 3 éves korodig te nem aludtad át az éjszakát, és amikor nekem 5 éves volt a Lidi, és mondom a Milán 6, és még mindig felkeltek éjszakánként, akkor így azt mondtam. 5 és 6 évesen még mindig felkeltek? Azt kemény. Nem gondolkodsz el, hogy valamit te csinálsz rosszul? Csak kérdezem. Én az elején elszúrtam. Tehát én ezt pont, hát akkor megvan, megvagyunk. Tudom, hogy hol szúrtam el. Mert a Lidi az nem volt rosszalvó, csak a Milán rosszalvó volt, ezért a Lidi, amikor nyikkant, én már kaptam föl, és akkor egy idő után mind a kettő beborult. És mivel Milánt is kapkodtad, ezért ő is rászokott arra, hogy anyával jó lenni. Mind a kettőt kapkodtam. Illetve előtte azért ez mondjuk a nagykönyv első oldalán van, tehát ez így a nagykönyv első oldalán. Én köszönöm, doktor úr, de te annyira, tényleg ezt úgy imádom, amikor a Miró is olyan okos, te szúrtad el, ugye tudod, kösz szépen. Az, hogy nem ilyen egyszerű, tehát nincs se recept, se könyv, tehát hogy egy csomó mindent elszúr minden szülő. Csak már lehet, hogy nem az altatása, mert mondjuk, amikor 18 éves lesz. Hát azért vagy szülő, hogy kicsit tönkreted a saját gyerekedet, ez most durván hangzik, tényleg így van. Nem, hát sajnos a te lenyomatodat viszi tovább a gyerek. Minden, ami bennünk rossz, azt a szüleink tették, vagy tették tönkre kicsit. Akkor a gátlásaidat, a félelmeidet, a szorongásaidat, a frusztrációidat, azért a legtöbb dolgot azt a te szüleid ültették belé. Tehát azért minden szülő kicsit akarva akaratlan, de elrontja a saját gyerek. Nem tudsz mit csinálni. Hát átadod neki a saját nézeteidet, érzéseidet, de ezáltal tulajdonképpen formálod, és sajnos rontod is. Na csak oké. Hogy mondjuk, érted, az első gyereknél elrontanak bizonyos dolgokat az emberek, de hát ott aztán, hogy jött a második, a Juliéknál is, akkor ott... De ráadásul tudod is, hogy mit rontottál el. De a kimerültségtől egyed után nem tudsz mit tenni, tehát bekerültél egy olyan körbe. Figyelj, nekem volt olyan, hogy nappali közepén ébredtem föl, úgyhogy beszélgettem a Miroszláv testvérével 20 percet. De olyan szinte voltam kimerülve, hogy nem tudod elképzelni. De nem lehet, hogy begyinázott? Ja, nem lehet, hogy ez nem egy lehet, rossz. Nem lehet, hogy Miró testvére. Egy után volt. Lövöldöztetek egy kicsit a levegőben. Igen, nyújtass meg, hogy volt rajtad ruha. Nem, az bosszant, amikor jönnek ilyen Isten áldja édesanyák, akik ebben az állapotban így feloldódnak, hogy ők anyukák, és ilyen üdvözölt mosolyat tolják a babakocsit. Igen, van ez a típus, tudom, a nagy magyar anya, igen. Így kijönnek, és amikor azt mondom neki, hogy figyelj, hallod, úgy becsuknám az ajtót, és elszaladnám. Adnék egy hétre, és akkor így néz rám, és azt mondja, minek az ilyennek gyerek. Igen. Na és ez akkor, a típus is van. Igen. Hogy leadod a gyereket egy napra, és azt mondod, figyelj, elmentünk egy hétvégére egy éjszakára ketten gyerek nélkül, és látod rajta, hogy meg akar ölni. Te nem vagy szülő, nem vagy apa, és nem vagy anya, hogy te hogy mered leadni a gyerekedet egy napra, vagy esetleg két éjszakára. Egyrészt ugye nyilván az ezek nagyon tipikus. Hogy nem adja le. Mert nem az, hogy nincs kinek, mert van egy csomó ember, akinek van kinek, de hogy nem akarja leadni. Mert hogy neki az a jó anyaság fokmérője, hogy 0-24-ben lehet, hogy csak szereti őket. És de ez nem az a múlik, hogy szereti. Á, de hogy is. És ti nem szeretitek, akik leadni. De hát rohadjál meg. Ti miért nem jártok össze a Juliékkal? Juli, gyere már hétvégén. Hallod, most egy kicsit, most ha azt érzed, nagyon rossz, gyere át hozzánk éjszaka, egy kicsit jobb lesz. Nektek is jobb lesz. Kibeszélitek? Így van. Én átmegyek hozzád az altatásnál.
és akkor megnézem, hogy nálatok milyen. Szóval én egy csomószor tudom ezeket, én értem ezeket az anyukákat, és így mindig el tudom őket tenni, hogy jó, oké, regyintek rájuk, de ugyanakkor meg az emberben, mint amikor ti olvastok egy kritikát, vagy egy kommentet, hogy az ember úgy tovább lapoz, de azért ott marad. És amikor hazamegy az ember, és azon gondolkodik, hogy basszus, lehet, hogy valamit nekem valami nem jól ketyeg a fejembe, hogy úgy megyek haza, hogy édes Istenem, itt van két egészséges gyerek, akinek nagyon-nagyon kellene minden nap mindig örülnem, és aztán közben meg néha egy picit azt érzem, hogy jaj, Istenem. És figyeld meg, hogy most kimegyek, és jön majd megint százesem, és minek az ilyen egy gyerek? De miért? Hát minden szülőben megfogalmazódik az, hogy de jó lenne egy napot egyedül. Vagy a legtöbb szülőben, nem? Vagy milyen jó lenne aludni egyszer, vagy milyen jó lenne, mint a hétvégén egy hétvégén gyerek nélkül. Tehát ettől nem vagy rossz szülő, hogy ezeket te megmered fogalmazni magadnak. De undorító, hogy egyesek odaadják. De hogy miért fogalmazom ezt meg, nekem ez megvan. Anyuka, szombaton ott alszanak a kicsik. Na jó van. Jó, nagyon sok SMS jött, majd mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből is. 7:30 múlt pontosan. 7 perccel közben lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M0-as 22-es kilométer kövénél beállt a forgalom, mert hogy baleset van, és lépésben lehet csak haladni. Ezt Dia küldte nekünk. Kaposvár esik a hó, ezt Zselé üzenő. Gyűrújfaluban a Győr felé kameráznak. Igen, Gyűrújfaluban Győr felé kameráznak egy rendőrautóból. Ezt Tuba küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van-e valami más. Margit híd, Budai híd főnél lassú haladás, mindig nem lehet lemenni a rakpartra, valamint a 81-es főúton Székesfehérvár előtt hatalmas torlódás, kilométereken át tartó araszolás, ezt Imre küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez is SMS-ben jött. Egyébként azt mondja, hogy végre leírhatom, utálom Bartos Erikát és Annát Petit Gergőt. Egy másik vonal, ebben egyetértünk. Igen. Nekem most telefonált a Béka, hogy ne állítsuk valótlanságokat Pannával kapcsolatosan, hogy ugye mondtam, hogy nálunk 4 hónapos volt, mert hogy 2. Aha. Amikor végigaludt az éjszakát. Most tényleg miért kamuzol? Hát most szolidáris vagy, és megpróbálsz egy kicsit még, de hát akkor még igen. Jó, csináltam. Nem mindegy. De akkor legalább látom, hogy kiknek kell összejárniuk. Balázséknak, Juléka, nekünk meg Ferékel, mert Virág szintén 2 hónapos kor óta végigaludt minden. Gyerekek, hát ez kinek mi jut? Azt mondja, hogy Annát Petit Gergőt, tökéletességet, amit megír, és nekem el kell olvasnom a lányaimnak. Emlékszel, te is olvasod, ugye? Utána megkérdezik, hogy én miért üvöltök velük, mert Gergőke anyukája mindig mosolyog. Nyilván. Egyébként a 10. kötet után már én is rosszul voltam, hogy egy mese nincs benne, ami arról szól, hogy most anyuka egy kicsit ideges, és apa is nagyon fáradt. Talán egy van a 100 meséből egyszer, amikor apa egy hangosat szól. De egyébként van egy olyan, hogy mennek valahova, anyának a kormányablakba kell menni a 3 gyerekkel, és a 3 gyerek meg játszani akar, és ott anya picit felemeli a hangját, de igen, nem üvölt. A vicces. Anna Peti Gergő anyja sose üvölt. Igen, tényleg jól tökéletes család. Tehát náluk mindig jó, minden szép, mindenki mosolyog, és mindenki nagyon boldog, a gyerek imádja, és állandóan ezt kell olvasni. Majd amikor kifut ez a széria, akkor jönnek majd az olyan kötetek, Anna Peti Gergő a 3 kis rohadék megír. Ennek mi írjuk meg az alternatív, változatát, igen. Most leszoktattam róla, most mesél a kerekerdő van, és most úgy néz ki, hogy most elfelejtettük Anna Peti Gergőt, hál' Istennek. Hát, gyűlölete is. Van egy pár, igen. A Bogyó Babóca, így, tehát elsőre imádod, tudod, meg a haját kihulik már tőle. És valamiért ők rákattannak. Rákattan is csak azt akarja, és már hozol be mindent. Csalsz, áttereled, elvorod a figyelmét, eltünteted a könyvet. Lán. Igen. Ja, és megpróbálsz egy oldalt kihagyni, akkor rátszol, hogy apa nem így van. Neked is? Az, Bogyó és Babóca reggel találkoztak. Jó éjszakát kíván. Na de apa! Én csak úgy, hogy az Anna Peti mindig 2 lapozok és kiszúrja. Igen. Nem volt még, hogy milyen rétes tesznek. Még nem volt, még a trollibuszos, mikor felszállunk a trollira, és azt mondja, hogy Gergő, szálljunk le és menjünk gyalog, az nem volt. És akkor vissza kell menni. Annak örülnek, és már bánod, hogy csaltál, mert így több időt vettél. Így újra megy. Annak örülnek, hogy egy gyerekem kérdezi ezt tőled, hogy mi miért nem úgy élünk, apa, mint ahogy Anna Peti és Gergő. Te miért csinálsz néha rétest? Most kötök csomót az összes csövemre. Ezek után, aki azt kérdezi tőlem, mikor lesz gyermekem, annak én toloksz egy szélcsövet. Ez de Frost küldte nekünk. Mi is láttuk a gyereket hétvégére, aztán soha nem mentünk érte. Korrekt. Igen. Hogy milyen indulatokat szül egyébként a gyereknevelés? Na az rohadjon meg, aki nem szeretne a gyereké nélkül lenni 1-2 napot. Azok mind hazudnak és álszentek, írja egy hallgató. 3 fiam van, szívesen elmennék egy hétre egy lakatlan szigetre. Asszony és gyerek nélkül. Akkor is, ha ezért rossz apa vagyok. Rob kapott őszinteségi rohamot, de mi ezt nagyon szeretjük.
Három alapelméletem van, mióta a gyermekem van. Első, az ember alkalmatlan a szaporodásra. Kettő, akinek van gyermeke és arra biztat, hogy szűj, az kizárólag a dögöljön meg a szomszéd tehene és elvezérli. Három, bármelyik és bármennyi gyereknek szívesen lennék az apja. Amúgy 13 hónapos kisfia mellett ikerterhes vagyok, 8. hónap eleje. Hajrá, vége van. Kriszta, szeretünk. 12 év házasság, 10 év és 7 lombik után 35 évesen március végére várjuk a babánkat. Nagyon várjuk, de ilyenkor picit mindig összerezenek, amikor erről beszéltek. Nehogy is, ne rezzenjük. Nem kell összerezzenni, abszolút. Jó, jó. Nagy, a legnagyobb kaland. Ez elkerülhetetlen. Ha valaminek van értelme, ez valójában a gyereknevelés szerintem. Talán. Ha lenyomatot akarsz hagyni az utókorban, az csak az, hogy felnevezd két gyereket, nem? De egyébként meg, ha a legjobb, amit tehetsz. Na, igazad van egyébként, csak talált két szalmaszálat. De nem, tényleg így gondolom, hogy a egyetlen értelmes dolog leginkább. Most mit csinálsz, ha meg nincs, és mondjuk lehetett volna, nem? Ültes fákat. Nem arra gondolok, mert akinek nem lehet, ez egy szomorú dolog. Nem lehet mindenki Nobel-díjas. Igen, de hogy 60 évesen aztán valószínűleg van egy ilyen felismerésed, vagy lehet, hogy volna, Isten, basszus, aha, azért jó, lett jó volna. Lenne, nem? Aha. Hogy azért nagy egóharc, meg nagy lemondás, meg egy csomó minden, de azért mégis csak azért látod őket felnőni, felcsöperedni, két új élet, azért leginkább csak ennek van értelme. Nem, anya, egyel több kufirc lett volna. Hát igen, egyel több, de hogy azért egyébként meg nyilván a legfontosabb dolog. Azt mondja, hogy beszeganyák vannak mindenhol, a gyerekem 8 hónapos, és imádom, kivéve amikor utálom. Uh-huh. Na nem a gyereket, hanem a fáradtságot, a szex minuszt, meg egyebeket, a babám átlagos, de ha figyelembe veszük a járó, beszélő, integető, kvantumfizikus 8 hónaposokat, akkor kezdek aggódni. Reagálva, hogy mi történik a játszótéren, igen. Igen, ne aggódj, Balázs, a gyerek olyan, mint az autó. Az ő autója csak 3 litert fogyaszt, és sose romlik el. Csak a tied is, az enyém rossz. Klasszik, ugye? Klasszik egyébként, igen. Mennyit eszik az autót? 6 litert. Kerestem a lányunkkal egy lepukkant játszóteret, ahova a kutya se járt, hogy ne kelljen beszélgetnem a többi anyukával. Annyira idegesített, hogy versenylovak a gyerekeik. Hát igen, klasszik, igen. Ez így, igen, szokott egyébként lenni, tehát hogy azért, hogyha egy kicsit finomítani kellene azon, hogy mi is a valóság, akkor nem azt mondanak kedves anyuka, hogy ja, az én lányom az lovagolni jár, zongorázni jár, nyelvet tanul, és egyébként úszik. Nem. Te zongorázni járatod, lovagolni járatod, nyelvet tanulni járatod, és úszni járatod, de a gyereket nem biztos, hogy elfelejtetted megkérdezni, hogy ő mit szeretne csinálni. Igen, de lehet a gyerek meg otthon játszana egy kicsit, igen. A terhességet úgy állítják be, mint egy fantasztikus dolgot, az életed legboldogabb időszakát. Az első terhességemnél azt gondoltam, hogy velem van a baj, én szenvedésnek éltem meg, és a környezetemben az első voltam, aki ezt kimertem mondani, azóta már mástól is hallom. A jelenlegit már valamivel jobban viselem, de vágom a centit. Azt a gyönyörű állapotot így meggyalázni, fúj! Én nagyon szerettem, mikor a béka terhes volt. Nagyon szeretted, mi? Igen, én. Nekünk férfiaknak az egyébként egy kiváló. Igen. Na, egy kis kapaszkodót kaptál, picit jobb? Nem. Mert tulajdonképpen csak miattad írtak a hallgatók. Nem, hát azért nem csak miatt. Most igen. Jobb neki, mert a Bee Gees hallgatja, és nem a gyerek sírás. Egy csoda. A gyerekek, egy éjszaka után. Halló! Vidd ezt haza! Táncolj otthon! Nyugod a keré! De jó! Mit forgatom a csípőn? Mi? Egy kis Billy Payne. Aztán rohadt életben hexen susz. 40 felett már ropognak a csontjaim, igen. Na jó, van, játszunk egy kicsit. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, honnan hívtál minket? Átos jelek Gödön vagyok. Gödön. Mit csinálsz ott, Ati? Hát jövök ide szelektív hulladékért, mert teherautósofőr vagyok. Szelektív hulladékot gyűjtesz össze. Teherautósofőrként? Tehát kukás autó? Nem, konténeres autó, multiriftes autó. De papírhulladék gyűjtéssel foglalkozunk inkább. Aha. Tehát nem arról az, hogy összeöntitek. Azt hittem, hogy kukás autós, hogy akkor el tudtad volna mondani, hogy valójában nem öntik össze, ez egy tévhit. Marhára nem, csak az ember látja, hogy elviszik a szelektív kukát, hogy ugyanabban a kukás autóba öntik be, és sokan azt gondolják, hogy összeöntik, ezt most elmondhattad volna, hogy ez nem. Azok szoktak teljesen így van. Akik lusták szelektíven gyűjteni a hulladékot. De ez tényleg nem így van egyébként, mert a kukás autó, amikor megy járatba, akkor csak mondjuk egy félét szed. És akkor jön a másik, az meg egy másik félét szed. És aztán a raktárba öntik össze. Nem öntik össze. Jó, ne csak hűlök. Amikor már senki nem látja, akkor igen. A hulladék feldolgozóban viszont összeöntik. Ne, nyilván nem. Na jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Figyelj, Ati. Rendben. Picit
De rendesen. Most te tényleg gyűlt, hogy te is, amikor nem számítok itt a mellettem, a pult mellett, itt jobbon ülsz és hátba szúrsz. Balázs kedvéért benyomtál egy ilyen fikciót, egy ilyen nem létező dolgot? Nem hallottam semmit, a rádióban meghallgattam, hogyha nem. Atikám, nem baj, még a Zsül Hergel engem, mert berakott egy olyat, amikor Rógan bácsi Berú néni alszik. Mondom, alszik. Nem mutatjuk, mit énekellek, figyelj. Figyelj. La 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 la. Hát ezt most értem, hogy ez hogy kerül ide, de... Lehetne még egyszer esetleg is meghallgattam rádióba is, hogyha nem probléma. Persze, mutatjuk, figyelj. Köszönöm. Röviden. La 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 la. Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hogy? Na, na most. Nem. Nem vagy. Én 28. Jó, akkor ismered. Se hány éves kislány. Volt filmes emlékeztet? Még egyet utoljára lehet. Na, egy utoljára, egy rövidet, figyelj. Jó, jó. La 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 la. Na? Na. Na. Süss, nem tudom. Na. Lehet egy hosszabbat akkor esetleg? Csak a hátadó. Persze, mutatunk egy hosszabbat. Kivettük a bögrét, figyelj. La 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 la. Mondd már. Ez a kicsi a sárkány. Na, ez nem is kellett volna mondanod, persze. A nevem is ennyi, csak Süsű. De szerettem. De én egyiket se bánok. Jó volt, nem? Én szerettem. Igen. 36 szere már, ez is sok. Egy nap. De ki mondtam egyébként, amikor... Ki, csak ilyen süsű, nem tudom, tehát azt fogadjuk el, aki azt mondja valaki, süsű a sárk, ez a süs, bedobom, de félek, és inkább azt mondom, hogy nem tudom, hát ezt így ebben a formában nem tudtuk elfogadni. A másodiknál már nagyon határozottan kimondtad, igen, süsű a sárkány. Mindegy, hát azért köszönöm a játékot. A bögrét kivettük, de a többi megvan, úgyhogy van egy csomó minden az ajándékcsomagban. Én nekem is most született meg a kislányom 28-án. Na, gratulálok, hogy hívják? Nóra, de klassz. Na és nagyon puszilom őket, hallgatják a rádiót és a páromat is. Alszik már éjszaka? Alszik. Alá kérdezem, nagyon jó kislány. Ja, ennyi. Hát persze, mert miért aludna? Este megetetjük, hajnal 2-kor föl kell, újra megetetti az anyukája. És visszakadszik és alszik. És reggel újra. Hát ez a normális. Le kell tenni. Így kell csinálni, látom? Ahó, rossz a vonal, egyre rosszabb. Már nem is hallom, hogy mit mondasz. Ajaj, meg fog szakadni. Attikám, küldjük az ajándékcsomagot, ha egy kicsit késik, akkor várjatok. Jó? Várjatok. Ha kicsit nem érkezik, meg várjatok. Küldjük, jó? És a második gyerek, és az első is ugye ilyen volt. Ez az, de szép szúrás a végén. Tiltó lista, Juli. Ajándékcsomag késik, csúszik, egy hónapot vár, postára nem megy, nem ad fel. Nem baj, aludjatok rá egyet, kettőt, hármat. Aludjatok az ajándékcsomagra egy kicsit, igen. Majd megjön valamikor. Köszi a ti a játékot. Köszönöm szépen én a játékot. Sokáig szimpatikus voltál. Ciao. Hello, hello. Hello, hello. Azt mondják a hallgatók, hogy kimondta? Csak beleszóltunk. Kimondta a süsű teljesen? De igen, délután azt mondta, hogy süsű a sárkány. Á, nem. Az elsőben. Igen, nekem is úgy tűnt. Aztán később megint kimondta, hogy süsű. Körülbelül így. Most hát nehogy már itt is challenge-et kérjünk, mert megőrülök. Nem, challenge-et nem kérünk. Én is úgy hallottam, hogy kimondta, hogy süsűs, nem tudom. Tehát nem mondta azt, hogy nem mondta azt, hogy süsű. Előtte egyszer kimondta teljesen is, csak pont dumáltunk, hogy süsű a sárkány, de utána azt mondta, hogy á, nem. De hozzáteszem egyébként, hogy nem nagyon vitatkozott velünk, tehát értem én, hogy a hallgatók a pártjára állnak, de hogyha... Tudod, ott mindig van egy-két önkéntes rendőr. Meg gyerekek, most mondtam. Már mágián élünk, égünk. Már neked már levágták a fejedet. Nem mondtam ki, de kimondtad! De kimondtad megnyert! Nem, tényleg nem, higgyétek, de igen! Igen, és nem akarom az ajándékcsomagot, de akarod! Igen. Nem kell a bögre, de kell! Nyugi már. Az a visszat! Iszol belőle! Úgy sem fogja megkapni az ajándékot, ha hallottad. Nem mindegy, hogy mit nem küldünk. Mire megérkezik, az már hogy hívják? Arheológusoknak lesz csak izgalmas az a bőle. Leérik a cseresznye, mire megkapja. Igen. Hát nem kellett volna bevontani, ugye, hogy alszik a gyermek. Na jó, 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk a legfrissebb hírekkel, mármint, hogy Ákos jön a hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt
a Klassz FM-en. 8 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, pénteken. Így van. Már februárban. Jön a hétvége, sok pihenéssel, sok alvással. Elod, belod, de jó lesz. Rohadékot. Istenem. Béka, ne hagyd tovább aludni a gyerekeket, már ciki az óvodába 9-re vinni. Figyelj, neked is lokott az lenne, Feri, hogy túlalszod magad, akkor picit fáradtabban kell. Igen, hogy nem ugyanaz. Akkor mindig visszafekszel. Ugye, és akkor picit ráalszol még, mert gyerekek csak alszik. Igen? Ráalszol, és minden tökéletes. És király. Na jó van. De rohadékok vagy. Majd csörög rám, hogyha... De ha bár nem tudom... Nem, mehasz. Hát akkor meg mindenki is, meg én is, hogy alvás közben nem tudlak írni. Jaj, de hülye vagy, bocs, ne haragudj. Jaj, még biztos túl aludtam. Lát, ez lehetem. Istenem. Bali, veled mi van? Sem mondhatok van, picit elaludtam, éjszaka nem tudtam aludni, picit áborultam a pultra. M0-as északi részén a Káposztási kijelentőnál, a Madaras Tesco-nál, a híd felé ma is hasonlnak rendőrei, 80 km/h lehet menni. Zsólyom küldte nekünk. 81-es út, 4-es, 5-ös kilométer között Székesfehérvár előtt műszaki hibás tréllel okoz torlódást, üzeni Laci, valamint a Margit körút felől a Kisrókus utca le van zárva, kerülni a Fény utca felől lehet. Köszi, puszi, Szenga. Ő írta nekünk ezt az SMS-t, köszönjük szépen. Na, gyerekek, hát mi történik? Mi történik már a magyar kábeltolvajokkal? Viszik a hírünket? Hihetetlen, hogy van ez? Srácok, hát adtunk valamit Dániának. Egy valamit, hungarikumot. Egy hungarikumot, megismertettünk velük valamit, amit eddig még nem ismertek, de tényleg nem ismertek. És ez pedig nem más, mint a fantasztikus, a hihetetlen, a nagyszerű, a megismételhetetlen, a hungarikumként, ahogy Feri is mondta, a kezelhető kábellopás. Hogy azért 900 méternyi részkábelt ellopni egy olyan országban, ahol gyakorlatilag nem ismerték a kábellopásnak a fogalmát, és amikor bemondták az utasoknak, hogy jó napot kívánok. Egyébként ugye egy peremvárosi közlekedési formáról van szó, amit 300 ezer ember használ naponta Koppenhágában, és ezt blokkolta gyakorlatilag ez a magyar banda, hogy emberek azért nem jön a vonat, mert ellopták a kábelt, így álltak a szegény dánok, és így nézegette körbe, és azt mondták, hogy te mi van, mit mond? Hát de ezt minek lopták? Hát lehet azt kapni a boltban. Hát mi mindig megveszik. Ki csinálna ilyen? Hát kik? A magyarok. Igen. Jaj, azért ez ország imázsépítésből jeles. Ötös. Vannak népcsoportok, amiknek egyszerűen bizonyos természeti jelenségekre nincsenek szavuk, mert nem ismerik. Igen. Tehát mint a hopi indiánoknak, amit tudom én, a húra, vagy nem tudom, nem tudják. Mert nem kellett soha. Vagy ha ismerik, akkor mit tudom én. Gyors étterem, mi az? Nem értik, és nincs rá szó, tehát az ő nyelvükben nem tudja megfogalmazni neked, ha elhoznád ide, hogy fölnéz az égre, és mi esik, mert nem ismerik. Fast food, szárított húr. Tehát nincs rá szó. Na most ez lehetett akkor ott tulajdonképpen, nem? A dánoknál a kábellopás. Leszállították őket, hogy szálljanak le, mert kábellopás történt, és elkezdték bögdösni egymást, hogy nem értik a fogalmat. Hogy tudta ezt valaki elopni? Három élelmes magyar vállalkozó oda ment, és 350 ezer embert blokkolt azzal, hogy 900 méternyi, tehát már eleve egyébként a mennyiség is megdöbbentő, 900 méternyi részkábelt ellopott. És valószínűleg egyébként a helyi ilyen hulladék, színes hulladék átvevő helyen is azért vették át tőlük, mert számukra sem volt, tehát nem orgazdák, hanem egyszerűen nem tudták. Nem is nem szokták meg, hogy ilyesmit visznek be hozzá, hogy gondolták, hogy akkor nyilván ez valami legális formából vagy forrásból származhat, mert nem szokott ilyesmi előfordulni. Tehát feléjük. Ott csak tényleg akkor viszik be, ha érted, a csatorna fedelet, ha az összeset lecserélték újra, igen. Mert új pecsét van és rajta. És ott nem szokás az, hogy négy betörik őket. Igen, hogy ne lehessen azonosítani. Tehát náluk ez nem, és azt mondta a rezes csávó, hogy persze, hát hozzák. Hát megmaradt egy építkezésnél. Pofám leszakadt. Óriási. És mi kell elmenni Dániába? Tehát ott élnek, vagy oda menekültek, vagy ott fogadták be őket, vagy mi történt? És akkor ott gyorsan loptak, vagy azt mondták, hogy te figyelj, ha menjünk már Dániába lopni, az ott jól lehet. Hallod, jól adják, veszik ezt a részkábert, és elmentek odáig? Vagy ha már ott voltak, akkor... Ha már ott voltak alapon? Két szegény turista, vagy három szegény turista, akik ugye kiutaztak, és elfogyott a pénzük, és végső kétségbeesésükben választották ezt a módszert. Igen, kirabolták őket a vasúton, és ezért bosszúban. Bosszúból elvitték a kábelt. Ne, de döbbenet, hogy nincs rá szavuk ebben a hírben azért, és nem értették magát a jelenséget, hogy nekik ez egyszerűen nem fér bele a fizikai valóságukba, hogy a vezető itthon megborod a vállat. Tehát itthon leszállítanak a Soroksári hívről, vagy a Csepeli hívről, azt ellopták a kábelt, jó, menjünk gyalog. Értelmezhetetlen számukra ez a dolog. Álltak az utasok, a 350 ezer utasok, tehát különböző peronokon, és mindig szokott jönni.
Emlékszel, hogy késett? 5 évvel ezelőtt késett, aztán... Hát egy a nagy hó volt. Nagy hó volt, akkor egy 20 már, nem tudom, mi lehet. Na. És egyszer csak a hangos bemondja, hogy kedves utasai. Ez van, srácok. Gulyás, puli, puskás, kábellopás. Ezeket a szavakat már ismerik. Dániában. Ezek köthetők Magyarország. Szégyelje magát ez a három. Hát ez van itthon is, hát persze. Igen, de gondolom, hogy ha hallanak minket, akkor egyből el is írták magukat, hogy szégyeljék magukat. Itthon is elfogadhatatlan, de aztán, amikor mondjuk kint egy másik országban, aki ráadásul barátságos, mehetnek oda dolgozni, magyarok, stb. Én ezt teljesen máshogy látom, mert azt gondolom, hogy most a magyar ember szívjon, és ő szálljon le a hévről, vagy szívjon a dán, hát akkor kicsit nem, tesó. Hát ha már mi itt a rossz oldalon vagyunk, akkor ja, már hatszor leszálltunk a hévről, akkor kicsit szokjatok hozzá ti is, nem? Olyan kollégám, most de lehet választani, hogy most egy magyar családnak legyen rossz, akik leszállnak a Soroksár évről, vagy egy dán családnak, hát most akkor ezért mondom, hogy húzzanak már lapot a dánok is 19-re. Itthon ugyanez, tehát, hogy itthon ugyanez a helyzet, szóval a legalja, tényleg. Hát, tudnék ennél durvábbat mondani egyébként, de nyilván a kábellopás is a legalja. Persze, ez a kérdés, minek a legalja, mert én szerintem vannak durvább dolgok. Persze, durvaságban igen, tehát hogy azt mondja, hogy tudom én, de hogyha hétvégén kirámolnak mondjuk egy vikert házat valahol lent a Balaton partján, amit lezártak télire a tulajdonosok, az egy dolog. De amikor a hévnek a vezetéket ellopják, és egyszerre, hogy egyébként hívják... Szerintem. Hát nálad tudatilag nincs különbség. Tehát engem ugyanúgy zavar, vagy ugyanúgy lopásra. Tehát engem nem tudok különbséget tenni. Most ő hévkábelt, részkábelt, hát igen, vagy betör egy balatoni nyaralóba, tehát nekem ugyanolyan aljas egy rohadék. Egy embernek, egy családnak teszel mondjuk tönkre valamiét, vagy lopod el, vagy tulajdonítod el, és rontod el ezzel a hétvégéjüket, évüket, hangulatok, akár, vagy 10 000 embernek. Hát azért... Nekem ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Tehát nincs mentség. Ha valaki betör valóval, ugyanaz az a kalap, tehát ugyanakkor a rohadék. Azt mondom, hogy 10 000 ember vár a peronon, vagy egy család bosszankodik, hogy elvitték a kredencét. Ráadásul a másik, ez ugyanúgy... is valamilyen formában, tehát hogy azért vannak itt azért... Hogy nem vágja őket meg az áram, én ezt sose értem. Nincs ezért mennek, földelve, ezért mennek hárman. Tudják a fizikát, ennyire vágják? Egy biztos el tudja vinni majd. De csak kiokosodnak, nem? Hogy kell, le legyél földelve, ne legyél kettőt, ne fogjál egyszerre, ne zárd rövidre magad, nem? Hát ezekben azért magas feszültség van. Bizony. Ugye? Na. Bizony. Ezek ilyen vonatkábelek, hát onnan nyerik a feszültséget. És oda menek egy erővágóval, nyisni azt is kész. Ami jó sziget. Menek egymás nyakába hárman. Alma, piros alma, bum, te földelsz. És utána ezt így szépen föltekered, berakod egy Dacia csomagtartóba, és elviszed, összehajtod, mint egy ilyen origamit? Hogy van? Vagy húzod magad után? Jön még a leégetés, hanem olyan, ugye igen, a szigetelt kábel, akkor azt az erdőben leégeted, és utána viszed be a átvevő helyre. Vagy rá lehetne bízni a dán hajléktalanokra, hogy égessék le, de olyanok nincsenek. Ezért aztán. Mennyi pénzt kaptak érte? Hát ez várjál, ez egy elég komoly összeg, 108 000 dán korona. 4,5 millió forint. 4,5 millió forint. 900 méter kábel? Aha. Hát egy 200. Mi is hárman vagyunk. Aha. Kedvet kaptál? Hát figyelj, 4,5 millió forint, hát menjünk. Kemény. Igen. Na, gyerekek, jön Valentina jövő héten. Ugye? Valentinát gondoltatok erre. Vendéghoz nálunk. Én gondoltam, kérek szépen 14-e szombat, és arra gondoltam, hogy végre ugye évek óta ellenállok, most megünneplem a Valentin. Csalszol én nagyon. Az alvás után fogunk ünnepelni, majd mi mindig úgy vagyunk ünneplés előtt, úgyhogy én Túrkemén vagyok a Böllér Fesztiválon. Böllér Fesztiválon vagy. Szerintem ez szép, nem? Tehát, hogy viszek haza élelmet a családomnak. Nagyon szép dolog. Ugye? Nagyon szép dolog. Én azt hiszem lezuhanyzom. Hát akkor megvan a havi egyed, az jó egyébként. A spórolás egyében megvan a havi egyed. Ezért most időzítettük Valentinra. Az jó. Nem, arra gondoltam, hogy van nekünk itt a rádión belül egy bizonyos nyereményünk, de hogy fordítsunk egyet a dolgon, a nyeremény az arról szól, hogy elmehet majd egy pár egy hétvégét eltölteni egy wellness hotelben. És együtt lehetnek ott, illetve pontosabban nem is wellness hotel, hanem ez egy major tulajdonképpen. Mi is voltunk ott, ez a vadkert major. Ja. Ami nagyon szép helyen nagyon van. Szerettem. Ugye Sárváron, állatok között, nagy séták közepette, tényleg házi kaják, tehát fantasztikusan jó étterem, az egész hely kiváló. És ide lehetőségünk van elküldeni egy párt. Mert de hogy ez a rádió ajándék a Valentin nap alkalmából. Az egy csodaszép hely. Igen, csak azon gondolkozom, hogy ugye hogy a miért, oda. Hogy miért nem mi megyünk miért el egyrészt hárma. egyrészt boltoljuk le, hogy mi menjünk hárman. Személyes. Azért. Ja, akkor én majd megyek kézipodgyászba. Nem, mi lenne akkor, ha azt csinálnánk, hogy úgy adnánk oda ezt a hétvégét, hogy nem pároknak adjuk oda. Azt is elmondom, hogy miért. Mert hogyha a Valentin napon az embernek van párja, akkor örül. És vehet neki valamit, meglepi, szerelmes, te ásítsát, aludtál.
Hát még folytatnám, tudod? 8 órát aludtál, te ne ásítsál. Tehát, kevés volt az a 10,5 óra, mire úgy bedöltél az ágyadban. Olyan jó lettem most reggel. Kicsit ilyenkor vissza. Én viszont nem tudom lehunni a szememet, annyira ébren vagyok. Ő egy valaki ásított, én, hogy te bekapsz engem 10-10,5 óra alvás után, ez nem jogos. Hogy mi lenne, ugye Valentin nap az kicsit szerintem olyan az egyedülállóknak, mint a karácsony, amikor ugye mindenki a szeretetről, meg a családról beszél, és van egy csomó egyedülálló ember. Most nyilván nem ennyire komoly a dolog, de hogy a Valentin napon is egy csomó szinglinek eszébe jut, hogy jaj, de jó annak, akinek van párja, nekem már évek óta nem volt senki, és ő kicsit a Valentin napot én frusztrálóban élik meg, vagy frusztráló módon élik meg. Igen, és elküldeni egy egyedülállót, egy két személyes mennyi egyedülállóra. Nézd meg a párokat. Sétálgassa egyedül, és sírjál a Vodkert Majorban. Nem, csinálnak egy vakrandit, ami arról szól, azt kell eldönteni, hogy nőhöz keresünk férfiakat, vagy egy férfihoz keresünk nőt. Megmondom, mi a játék alapkoncepciója. Jövőt, most hétvégén jelentkeznek azok, akik szinglik. Aha. De most mi egy olyan Valentin napot tartunk, ahol csak és kizárólag szinglik játszhatnak, mert akinek van párja, az majd vesz a párjának ajándékot, örüljenek egymásnak, aztán kész. Kicsit a radikálisan eltűnt. Van pár, kussolj! Van párod, örülsz, megveszed neki az ajándékot, hazamész, szexhez csöndbe vagy. Gyerte, gyűjtesz, csöndbe vagy, örülsz. Örülsz, hogy van valaki. Mi most szolidárisan arra gondolunk, vagy azokra gondolunk, akik egyedül vannak. Következő történik. Jelentkeznek majd mondjuk férfiak, kiválasztunk egy palit, aki bejelentkezik hétfőn, és elmondja, hogy milyen nőt keres magának. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken minden nap adásba teszünk egy csajt, akit az illető végighallgat, és pénteken elmondja, hogy neki a 4 vagy 5 lány közül, akiket a héten hallott, mondjuk tetszik a szerdai. Összehozzuk őket, beszélhegethetnek adásban, és azonnal beültetve őket egy közös autóba, még azon a hétvégén elküldjük egy wellness hétvégére, vagy egy Valentin napi ilyen Vadkert Majori hétvégére. És megnézzük, hogy hogy jönnek vissza? Hogy kijöhet-e így, van-e szerelem első látás, létezik, nem létezik, megölik egymást, összejönnek, ez nem jó. Jönnek össze, hétfőn már úgy hívnak fel bennünket, hogy ők egy pár lettek, aztán a Józsi hazament vasárnap, elviselt lett, a családjához volt a lába. Háromszor fölhívta a Gábort a felesége, szombat este hazament a családjához. Így nem lehet. Igen, fontos, hogy itt valójában sziglik jelentkezőnek, ne azok, akik várnak, egy hóbortos hétvégére megszöktének a családjuktól. Hát de lehet, hogy pont az ellenkezője fog bekövetkezni. Hogy? Hát, hogy azt mondják, hogy gyerekek, köszönjük szépen, csodálatos hétvég volt a Vadsex Majorban. Vadsex Major. Na most, ha csavarunk egyet a dolgon, akkor nekem tetszik az, hogy választunk egy palit és csajok jelentkeznek. Én bírom bennem, ez semmiféle gátlás nem okoz. Nekem az nagyon hagyományos, hogy van egy nő, és akkor 4 pali, ráadásul a csajok tudják úgy dobni magukat. Keresünk egy 40-es palit, mondjuk. Aha. És hozzá 4 különböző karakterű nőt, nyilván e-maileket kapunk, és megnézzük, hogy ki az, aki jó lehet és adásba kerülhet. És a pasi minden nap meghallgatja a nőket. És beszélhet a külsejéről a nő? Mindent elmondhat. A palinál nem mondjuk el, hogy néz ki. Aha. Tehát a pasinál nem mondjuk el. Jó, de egy kort csak mondunk. A sportos, 40-es, mit tudom én. 180. De azt mondod egyébként barna kék szemű, akkor... semmit sem tudsz még, hogy néz ki, mert még lehet, hogy a két darab kék szem az. Van közte 4 centi vízszintbeli különbség. Tehát, hogy attól még azért, 180 centi és kék szemű, én láttam csodát. Tehát, hogy abban még azért nagyon sok minden benne jó, van. De azt kössük ki a hölgyek érdekében, hogy mások által jóképűnek mondott férfiak nem jelentkezhetnek. Igen. Tehát, hogy akik így adnák fel a hirdetést. Feltűnően ronda 40-es pasi keresi. Igen. Édesanyjuk által elviselhető külsőnek tartott fiatal ember. Ugye, ha most ha nem lenne senkitek egy ilyen kaland egyszer egy nővel, hogy nem ismered, nem tudod ki ő, jó, találkoztok jó. Valahol a Bakcsomópoton, beültük egy közös autóba, lesz, ami lesz. Mára az Osztyapenkoig eldől, hogy lesz, vagy nem, mert állni. Hát legfeljebb érte, Vadkert. Közbali, közferi, tudod. Vadkert Major. Hajnal 2 van, Jani, nem jössz ki már most már a karámból? Nem, még lovagolok egy kicsit, annyira jól érzem magam. Nem kéne már lefeküdni, nehogy kéne már lefeküdni. Sétálok egyet, nem töri még a sejhajodat egy gyerek. Á, dehogy. Na, mi szóval, hogy tényleg azokra annál... gondoljunk, akik most úgy érik meg ezt a Valentin napot, hogy gyerekek egyedül vannak, a fránya Valentin rohadjon meg mindenki kicsit, akinek van párja, de jó nekik. Hát, ha most itt két ember a jóval találkozik, és hétfőn beszélünk, és azt mondják, hogy kösz. Együtt vagyunk. Aztán, hogy mi lesz belőle, nyilván elkövetjük. Vagy de... kösz, nem vagyunk együtt. Vagy kösz, de jól figyelj. Éreztük magunkat, beszélgettünk. Én azon gondolkozom, hogy mi én lehet... azt is nagyon szeretem. Mi lehet a legrosszabb? Elmentek, lehet, hogy lesz egy
ex vagy, még lehet, hogy az sem. De ne legyen, hát ne, ha ne nem legyen. Lesz, nem lesz. Azt... Ha legyen, hát azért, ha már ott vagy, érted? De hogy dumáltatok, sétáltatok, ettetek, ittatok, jó helyen igen. voltatok, és egy jó hétvég egy emberrel. Két főn telefonál majd rá is kérdezzük, hogy na és mi volt? Hát jó volt, csak két napig az a reklám szatyor a fejemben. Igen. Nagyon fura volt úgy lovagolni. Mondjuk húzod fel a játékot, húzod. Jó volt, ez a Gábor erőltette ezt a Lidl szatyot a fejemre, hát én nem értettem, miért kell rátenni. De... Na, mit szóltok ez? Hm? Ez jól hangzik. És lenne egy ilyen, hogy akkor mondjuk morningshow@classfm.hu, várjuk azon, csajok is jelentkezhetnek, tehát most hétvégén jelentkezem mindenki, aki egyedülálló, nagykorú, és tényleg nincs családja, tehát ne legyen ez egy ilyen házasságtörős hétvége, tehát nem erről szól a dolog. És mi hétfőn megtaláljuk. Ez jövő hétvégén lesz? Igen, hát ott szokott lenni, február. 14. 14. A rohadt élve mindig február 14-ére esik. Olyan, mint a húsvét. Mindig hétfő. És a... Ja, jó. Mi mindig átalusszuk, tudod. Tudod, ez flexibilis. Ja, jó. Nem tudjuk eltolni január 20-ra, hogy hova tennéd a valami március? Ja, mire gondoltál? Tehát, hova akartad eltolni húsvét környékére? Hát is látszik, mennyire fontos számomra ez a kedves ünnep. Látom rajta, hogy te kis hamis, már most a buksidat töröd, hogy mit vegyél a Mónikának? Ó, Istenem, de jó lenne, ami mennénk el oda, hogy? Na, jó, ez jól hangzik. Jó, tehát akkor most hétvégén jelentkezik, szerintem most csak férfiak mi számlánkra jól érzik magukat? Hát bejelentkezhetnek csajok is, az a mennyire is. Ha már túl lesznek, akkor a nehéz napokon. Ezt a srácok. Igen, mert ha már most jelentkeznek nők, az azért jó, mert akkor hétfőn már tud a Juli válogatni, és kedden már ugye adásba tudjuk tenni az első delikvenst, aki elmondja majd, hogy Aranka vagyok, 65 éves, áramfoga hiányzik, viszont olyan gyengén vagyok, hogy meg se érzed. Na, nem? Most nem teljesen. Igen, de ha akarod a maradékot is kiveszem. Három fogom, ilyen zik, azt mondják, rátok jó helyről. Gyengébb vagyok. Nem tettek kárt fejtébe. A valentin gyönyörűség most teszek én. Én szeretem, hogy náluk ez most kivételesen, hogy nem egy ilyen csöpögős, negédes, nagyon rózsaszín valentin lesz, hanem itt van belünk. Ilona. Ilona vagyok. Utána nem lenne gondja a Carglass-nak. Még a pongot is a tarongok. Ja, a pongharomatok. Te úgy elkaplak abban a majomban, te úgy elkaplak, hogy anyád nem is mellap. Kisakonsd a polírpasztát, nem karcolok. Jeligére. Na. Gyerekek, alternatív Valentina Morning Show-ba. Én ezt tegnap megálmodtam ott a... Aludj szépen, hajnali fél háromkor erre rájöttem, mit szóltok ez? Nagyon jó. Van előnye, hogy az ember nem alszik. Na, alternatív Valentin. Jó, mehet. Jó, de a szabály az, és ez nagyon fontos, hogy nem ér hazamenni. Tehát le kell húzni. Soha, kegyetlen vagy. Tényleg, tehát nincs ilyen, hogy pénteken lemegyek, szombat reggel hűlt helyem. Ha lemegyek kicsim reggelizni, és soha többet nem jelentkezem, le kell tolni a két napot. Tehát becsülettel, sétálni, lovagolni, úgyhogy ne verjétek be a fejeteket az éjjeli szekrénybe, és bárány simogatni, őzet simogatni, jó? Tehát nem ér csacsi hazamenni. Fogatolás, minden, amit lehet, hogy csinálsz, mindent együtt kell végigcsinálnod. Tehát ha jól elsül, akkor jól érzitek magatokat, ha nem, akkor tessék belállni és letolni a két napot. Hát, nem menekülhet el egyik fél sem. Jó? Tehát nincs kiút belőle, hogy szombat reggel hazamegyek. Jó, tehát vasárnap délutánig ott kell maradni. Ez egy háromnapos hétvége, két napos, majd pontosítjuk a részleteket, nem ér hazamenni. Jó? Kocsia legyen, vagy hozzuk hát ezt majd megnézzük, hogy jó, ha van kocsi, ha nincs, segítünk nekik lejutni, mit tudom, hogy megoldjuk, de hát jó lenne, ha az egyik félnek legalább, mit tudom, lenne autója. A pali olyan lesz akkor majd, akinek mondjuk van, nem? Igen. Tehát egy jó 40-es, jó egzisztenciájú pali, arra szerintem sok nő jelentkezik, nem? Most nem azt mondom, hogy gazdag, hanem hogy rendben van. Na? Nekem nagyon szimpatikus, ez tetszik, ez jó. Egyébként nem, ha nem lenne senki, én nem tudom, elmennék egy menni egy nővel. El? Hát, igen? Miért ne? De mi történik? De mi van, egy szeme van? És? Akkor mi van? Semmi. Akkor arról hát, beszélgettem. Ha egy rádióműsorom engedem, beülök a kocsiba, és ott ül ő. Hát akkor mi van? Csak profilos képeket csináltak. Így, így van, illetve elbeszélgetsz arról, hogy milyen a térlátás egy szemmel. Semmi jár. Csak találtok valami témát. Hát találtok, de azért két napig ott szorongani, nem? Most mi történne? Otthon, nem, csak kíváncsi vagyok. Egyébként otthon ülsz. Vagy mondjuk, jó, hát nyilván mész meg itt, de hogy adsz egy esélyt az életnek. Max nem jön be, de az esélyt se adod meg. Hát igen, egyébként meg ott ha ülnél egyedül lehet. Igen. Tök jó, a hely tudsz kirándulni, sétálgattok a téli majorban. Majocskáztok az erdőbe, hogy pénteken elbújtok, vasárnap kerültek elő, abszolút lehet. Aki bújt, aki nem, megyek a hétfő, van, jó. Hát figyelj, lejárt, előjöttem. Jó, morningshow@classfm.hu. Ez az e-mail cím? Ez. Így van.
morningshow@klasszfm.hu, ide jelentkezzenek szingli palik, szingli csajok. Nagyon fontos, hogy írjátok le, hogy hány évesek vagytok, mivel foglalkoztok, hogy néztek ki, mi a hobbitok. Tehát kapjunk rólatok úgy egy képet, hogy akit mi adásba teszünk mondjuk hétfőn, mint a pasi, és az ő, aki megnyerhető, róla azért sokat tudjunk, de a csajokról is. És a pasinak legyen, írja le az elvárását a nő felé? Leírhatja, hát a pali nekünk hétfőn itt úgyis elmondja, hogy keresek egy ilyen nőt, ez a szeretném, vele szívesen eltöltenék egy hétvégét. Alacsony legyen, magas legyen, dundi legyen, kopasz legyen. Hol? Tehát a hajára gondoltam. Tehát elmond majd úgyis mindent, és ahhoz képest aztán pedig jönnek a csajok. Szerintem a pasiknál mondjuk legyen ez a 35-45 év, vagy 30 fölött mondjuk, nem? Tehát, hogy érett pali legyen, arra jó, gondolok. Jó, a férfiaknál 30 év fölött lehet jelentkezni, a nőknél pedig kortalanul, aki benne van is nagykorú. Kortalanul lehet, hogy hát ugye, hogy nincs időintervallum. Hát az előbb lefeskedő. Azt mondják, ha egy szeme van, hogy neki szép a szemed, párja nincsen. Pasi fotó kell nekünk? Pasi küldjön fotót? Küldjön fotót a pasi. Persze, azért tudjuk, hogy mégiscsak tudjuk. Kezit csokolom, elnézést, bocsánat. Szerelem örökre lángja jeligére. A balápi nagyjár, emetta én pékét. A maga 30 vezére. Sütöttem púros cserejét. A dúdra. Na gyerekek, alternatív Valentin a Morning Show-ban. Jó? Jó, megvettük, jó. Mindenkit szeretnénk boldoggá tenni, aki egyedül van. Adjon egy esélyt magának, adjatok egy esélyt magatoknak, hát ha rátok mosolyog a nap, és eltöltettek egy szép, szerelmes, romantikus hétvégét a Vatkert Majorban. Nagyon jó lesz. A pároknak tényleg ott van az ajándék, meg ott az esti ajándék átadás, meg a pár, meg a szerelem. Legyen ez a Valentina most a szinglik napja. Férfiaknál akkor 35-45, hölgyeknél kortalan. Hát 18 fölött azért az legyen benne. Gábor Sor? morningshow@klasszfm.hu, ide várjuk az e-maileket. Jó, fontos, hogy minden részletet írjatok le magatokról, palik pedig küldjenek képet. Ja, és mi álljuk a cehet? Mármint most nyilván nem. Te meg a családod. Ha bekértek 4 domperignyót, azt a Jani fizeti, de neve. Lesz egy jelés. Egy túrótortáig jó vagyok, gyerekek. 200 szekvény túrótortai rálom a cehet. Igen, a 4 domperignyónál az már Janira megy. Ha rajta múlik, egész hétvégén paprikás krumplit zabáltok, meg max. 2 gesztenye püré. Ne túlozzál egyet. Még egy szódát, de már csörögnöm kell Janira. De úgy értem, hogy magát a hétvége költségeit nyilván. Azt, hogy ott vagytok. A 8:30 volt pontosan, 3 perccel 3-as ugrani lehet SMS-ben, mármint hogy a 3-as ugrásra jelentkezni, jó? Úgyhogy aki érintett a játékban, már most küldhet nekünk azonnal jelentkezést, mi pedig jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan, 1 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Budaörsi út vakufényes, pénztárcánk, erre igen kényes, figyeljünk, István küldte nekünk. A 81-es főúton Sárkeresztes és Székesfehérvár között a torlódást egy defektes kamion okozza, Matador küldte nekünk, Kőszegnél tesztelik az új trafit, üzeni Zoli. Aztán van egy trafing az M0-áson, a Megyeri híd felé, a Dunakeszi Újpest lejáró előtt, vigyázzatok, max. 80 km-re lehet menni, ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kicsit halkabban, mert a Jani kint elaludt a kanapén. Elpillett egy kicsit. Igen, hogy keveset aludt, a 6 óra kevés volt neki éjszaka. Tehát megint a fél perccel megszólás előtt ment. Zseni, mondom, hogy zseni. Elképesztő, hogy érzi. Halásztelek Cseppel, Rákóczi Ferenc út baleset, torlódik a forgalom, várják a mentőt, küldte nekünk Kata, valamint az M3-as, 203-as kilométerénél Pest felé komplex közúti ellenőrző pontot tesztelnek a rend Éber őrei. Nuci küldte nekünk. Na, itt nagyon sokan kérdezitek az e-mail címet, hogy hol lehet jelentkezni erre a kicsit különleges, ám mégis azt gondoljuk, hogy valahol egyébként tényleg nagyon romantikus, és nagyon akár az is benne, hogy jól sikerült Valentin napi hétvégére, mert hogy szerintünk jól tud sikerülni. morningshow@klasszfm.hu, szingli csajok, szingli pasik, jelentkezetek részletes, hogy hívják ezt, önjellemzéssel? Ez a jó szó. Igen, mert nem önéletrajz, ugye? Nem. Születtem, most mit csinálok, hanem magadról írj minél több információt. Nem, hogy mi a beállítottságod, mit gondolsz dolgokról, a világról. Igen, azért, hogy nézel ki, mit igen. kell róla tudni, mi a kedvenc hobbid, mit csinálsz, szabadidődben mit dolgozol, sok fontos információ kell nekünk. Jó, morningshow@klasszfm.hu.
Hétfőn tehát hallhatnak majd a csajok egy pasit, és aztán minden nap nők jelentkeznek. Itt nem arról van szó alapja véve, hogy itt most nők versengenek pasiért, hanem végül is a pasi dönt majd arról, hogy ő melyik lányt szeretné, és aztán pénteken ők találkoznak, megbeszélik a dolgot éteren keresztül, és aztán elmennek egy romantikus valentin napi hétvégét együtt tölteni. Hogy a dologból lesz-e valami, vagy nem, az már rajtuk múlik, felnőtt emberek. Igazából az sem baj, ha nem, ha jól érzik magukat együtt, és esetleg utána összejönnek, az is rendben van. Azt mondják, hogy jó volt, de nincs folytatás, az is. Első randi az mindig a legromantikusabb tud lenni szerintem, nem? Vagy az olyan, olyan nagyon izgatott vagy akkor? Neked nem jött össze egy se? Egy jó első randi. Hát egy összejött, látod, van felesége, tehát egynek össze kellett jönnie. Mit akarok mondani, hogy hát azért néha az egy picit még ilyen sútácska, azért még kerülgetitek egymást. Na jó, de ez háromnapos lesz, érted? Még pénteken kerülgetitek egymást, aztán... Nincs, az nincsen eszem, mikor szombat reggel már rákopogsz a budiba, hogy az gyere meg. Siessünk, Lacika! No? Mondtam, hogy ne így jár, te jött a cuccacskira! Gyerekek, bárki jelentkezhet itt, kérdezik a korosztályt, igazából tényleg nincs. Tehát a balik is írnának, csajok is, aztán majd meglátjuk, hogy kit választunk. Jó, kell egy kis bátorság hozzá, hogy az ember belevágjon egy ilyen romantikus valentin napi hétvégébe, de ez most szerintem az élet arról szól, hogyha valaki megteheti, át kell élni egy-két kalandot. Nem? Így van. Bátor, miért nem? Veszteni valótok abszolút nincs. Rengetegen írják SMS-ben, hogy mondjunk e-mail címet, mert hogy ők már küldik a jellemzést. morningshow@classfm.hu. Csajok, pasik írnak már, gyerekek. Uh-huh. Így van. Akik azért... mennének jövő héten valentin napozni. Úgyhogy még nincs meg, hogy kivel tulajdonképpen. És aki volt, már tudja, mi voltunk, úgyhogy tudjuk, hogy tényleg a vadkertmajorban minden adva van ahhoz, hogy egy nagyon szép és nagyon kellemes hétvégét eltöltsetek. Egy kifejezetten romantikus. Igen, az egy ilyen kirándulós hely, tehát nem egy olyan klasszik szálloda, ahol az ember lemegy és wellnessezik, nem is erről szól. Ott jössz, mész, kirándulsz, lovagolsz, túrázol, átmész a sárvári fürdőbe. Visszamész. Tehát, hogy az egy teljesen más egyek. Ajándékot kaptunk. Nem, gyerekek, annyira szürreális ez a reggel, hogy én jelenben nagyon keveset aludtam. Az egész köszönjük. Külvilág számomra nagyon álomszerű, és ilyen nagyon fura. Posztot kicsit szürreális. Ez tényleg te vagy? Honnan van? Kiváló. Ez én. De miért kapja a legszebb? Na mondjuk el, még az oké, hogy egy pizsama itt van, a kezemben egy szürke pizsama, van egy fotó rajta, ahol a Balázs áll anyaszült mesztelül és a csúnyáját takarja. Ez honnan van? Ez egy elég régi kép. Ez egy régi kép, ez egy készletveréssel forgattuk, amikor én az úrszíne előtt állok már mesztelenül, mert meghaltam és felkerülök a Mennyországba, és az úr ítélkezik. És hát aztán igen. Ez nagyon jó. Kifotozták az adásból is. Nem használták. Hát világ körüli karriert. Ferlet belőle, megnyertük. De nagyon bízom benne, hogy egyébként ez nem egy az internetről lekacsintott kép, hanem gyakorlatilag egy promo fotó ehhez a kiváló minőségű pizsamához. Nem és mondtam, az üzletekben száz számra hevel már ez így a polc. Mesztelenül ott vagyok a voltokban. Tegnap a pizsamáról beszéltünk, hogy szerintünk kísért Atása egy pali pizsomát hord, és majd egy pizsomacég küldött nekünk három darab pizsomát. Júli vagy Anna, mondjátok már, ezt most kaptuk, hogy mi ez? Igen, most kaptátok. Olyan van, most kaptátok. Én benyúltam a dobozba, tudatlan voltam, és egyszer csak azt láttam, hogy ott virítasz mesztelenül a doboz tetején. Fölüvöltöttél? Mondom, Jézus, mi van alul? Kerestem. Hát ez nagyon kedves, nagyon szépen köszönjük. Főleg én örülök neki nagyon, mert egyrészt én hordom, másrészt meg olyan szívösszeállításba kaptam, hogy bármivel lehetem. Igen, paradicsom semmi nem is látszik lehet rajta. És hát ha nem rakod be az inkontinencia betétedet, amit mostanában sűrűn elfelejtesz, akkor sincsen nyoma reggelre egyébként. Az égvilágos semmi. És egyébként megvallom nektek őszintén, hogy ez annyira jól néz ki, hogy én ezt nem is pizsamának fogom hordani, hanem hétköznap. Az a baj, ettől félek, hogy jövő héten meglátlak benne, mint pulóver. Igen, tehát hogyha neked nem mondják el, hogy pizsama, simán felveszed, így edzeni vagy. Figyelj, 100%-osan, naturális ez. Nagyon szépen köszönjük. Akár csak én. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Bármelyik cég. A céget nem mondhatjuk be nyilván, gondolom, nem is azért küldték, de nagyon, nagyon drágák. Köszönjük. Köszönjük szépen. Jani 8 éves pizsoma termése megvan ezzel. Ha én az enyémet odaadom, hogy egy piskersolóval levágja az alját, és már meg is van. Ha fel is odaadja az ujjét, akkor már hálóság sem kell a pizsamához. Na, játszunk egyet. Itt van már is a játékosunk, akivel hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Éva vagyok. Hello, szia, Éva, honnan hívtál minket? Budapestről, mit csinálsz, Éva? Hát most tényleg itthon vagyok. Na, Szabin vagy, nem dolgozol? Igen. Szabi? Igen. Szabi. Jó kis februári, Szabi? Igen. Egyedülálló vagy?
Hát bonyolult. Nem, mert... de gondolkozom rajta. Igen. Hát tizen akárhány éve külön élünk már. Aha. Tülen, ha egyedülálló lennél, akkor belemennél egy ilyen Valentin napi buliba, mint amit a Balázs most mondott, hogy van egy férfi, akiről nem tudunk semmit, hangját hallottuk, elmondta magáról, hogy hogy néz ki. Te tételezzük fel, hogy egy egyedülálló 30-as csaj vagy. És azt mondod erre a hapsira, hogy már... Szimpi. Szimpatikus. Elmennél vele egy ilyen hétvégére? Szerintem igen, mert kalandnak nagyon jó. Ugye? Szerintem igen. Is, hogy nincs benne semmi. Az ember annyit enged a hétvégén megtörténni, amennyit akar, tehát, hogy ezt nem kell túlgondolni. Ugye, hogy ez egy jó kaland így, lehet, persze. Nem? Ez nagyon jó ötlet. Kicsit most azokról szól a Valentin, akiknek egyébként nincsen senkiük. Igen. Na, és te hogy Szabin, csak így kivetted, vagy... Hát költözködés miatt. Aha, tehát hogy oka volt, költöztetek. Igen. Nagyobb lakás, vagy munkai költözés, vagy miért? Nagyobb lakás. Na. Az nagy rumli, de aztán nagy béke, nem? Ó, igen, nagyon nagy rumli van. Ja, hát, nem akarjátok tudni. Még a becsomagolási fázis, vagy már az új lakásban a kicsomagolási fázis? A kicsomagolás, és semmit nem talált. Hát igen, nekünk is volt egy nagy lakásfelújítás, az szörnyen macér. Az ember azt hiszi, hogy soha nem lesz vége. Aztán amikor vége van, akkor viszont nagyon szép is. Igen. Akkor már megérte. Nem fél évvel később, mint ahogy terveztétek. Igen. Még nem látod a fényt az alagút végén? Nem, de már alakul, de még mindig sötétségben. Hát az melós, igen. Na figyelj, Éva, nekiállunk. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon könnyűek. Könnyűek? Könnyűek. Na figyelj, Éva, mehetünk? Oké. Okay. Így szól az első kérdés Morning Show-s nyakbalkasztóért. Milyen színek láthatók az Egyesült Királyság lobogóján? Egyesült Királyság azt mondja, hogy van Anglia, az kék, piros, fehér. Meg is vagyunk. Na jó, nem mond tovább, nem mond tovább. Ha még egyet mondasz, az már bonusz. Így van. Kék, fehér, piros, nagyon jó. De milyen okosan közelítetted meg a dolgot? Mert hogy sokan azt szokták mondani, hogy az Egyesült Királyság az Anglia, nem Anglia. Nem, hát ott Skócia, Wales, tehát azok is benne vannak. Én már tudok még. Éva, hello, komolyan mondom. Hát hangod is szimpatikus, Károly Szinglő, én mennék. ide azt a vadkert majort, igen. Menjünk tovább? Menjünk. Csapkáért, Csárért íszol a második kérdés. Melyik magyar énekesnő slágere a Sorskerék? Ez egy nagyon jó dal, egy nagyon jó énekesnőtől. A Tóth Vera. Az ügyes, igen. Kicsit ilyen cselhát is beütésű egyébként a dal, de nagyon jól áll a Verának. Nagyon jól áll. Jó szöveg, fantasztikus hang és jó zene is. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hogy érzed? Nehéz. Hát, a fel se tudja. Erről én nem tudom megállapítani. Tehát a gyereket kérdeztük, hogy gyerek van-e? Gyerekem van, igen. Hát nem merem megmondani hány éves, de... Ja. De van. Van, persze. Van. De nagyobb már? Hát nagyon nagy, nagyon ja. Nagy. Nagyon nagy, hát... Majdnem te korosztályod. 70 akárhányas? Vagy 80? 1-es. 81-es, 77-es vagyok. 81-es. Na, figyelj, hát igazából nem annyira nehéz, csak ez a kérdés, hogy láttad vagy nem láttad, ugye, és akkor ezzel már utaltam is kicsit arra, hogy milyen típusú kérdés ez, hogy az ember, ha látta, tudhatja, ha nem látta, fogalma nincs. Tehát ez nem olyan, ami az általános műveltséghez hozzátartozik, hogyha mázlid van, szeretted, láttad, tudod, ha nem, akkor megkínoszhat meg, se jössz rá, mert nem, nincs esélyed. Próbáljuk meg. Jó, próbáljuk meg, így szól a harmadik kérdés. Milyen állat Melman? Így mondják? Igen. Melman a Madagaszkár című animációs film egyik hőse. Melman. Melman. Ez óriási siker volt, így van. Ő gyerek szereti, de életemben láttam. Szépen végig kell gondolni, hogy kik voltak ott a fő szereplők. Ezek a megszöknek egy állat. Ez de jó vagy! Ezek akkor megszöknek egy állatkertből, ez az? Az marha jó, igen. Én nagyon szeretem, de... Hát igen, azok is ott vannak. Hát a pingvinek annyira jók voltak, ugye, hogy kaptak egy külön filmet is. Igen, van a sorozat, a Madagaszkár. Van a sorozat is, meg most egy nagy film is van belőle. Nagyon vicces, nagyon jó kis animációs film. Jól van. Láttam, csak ugye. Van, ami nem ragad meg. Mert az ember megnézi, aztán utána elfelejti. Viszont ez valahogy... háborújából kérdezhettetek volna. Olyan semmi? Dehogy nem. Ja, abból bármi? Bármi. Tényleg? Azt bírom, amikor egy nő szereti a Csillagok háborúját, az jó. Nagyon kevés nő kattan le. Imádom. Fú, hát ha olyan depis hangulatom volt, akkor 1-2-3-6-ig bármelyiket bedobtam, és néztem. Tényleg? És az 1-2-3-at is? Igen. Uh-huh. Tehát az újabb részeket is. Igen. Az jó film, ez a Csillagok háborúja. Hát hosszú nagyon történet. Hosszú sztori.
Hosszú sztori, ez most hosszú lenne, de jó egyébként, főleg ugye a 4-5-6 a régi, az szerintem igen, az igazi. Az viszi a pálmát. Jól van. Éva, figyelj, ügyes voltál, végigszáguldottál mind a három kérdésen, és jók is a válaszok, úgyhogy küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Szuper. Jó, nagyon köszönöm. Imádom ügyes voltál. Na, jó költözködést, jó pakolást. Köszönöm szépen. Ciao. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ez jó volt. Morning Show @classfm.hu, itt lehet tehát jelentkezni a romantikus hétvégére. Morning Show a szerelem hullámosszán. Nekünk egyébként SMS-ben milyen szép. 4 percen pontosan 9 óra jönnek Ákostól a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van a hét utolsó napja, mi pedig folytatjuk a Morning Show-t. Itt a Klasszon, rendőr szemez az M3-oson a 106-os kilométer után Miskolc felé, ezt Laca küldte nekünk. Aztán a 68-as főút végig havas, nincs takarítva, a kamionok félreálltak a nagy emelkedők előtt okosan, mert nem tudnak felmenni. Akinek fontos, az inkább ne induljon el. Erre ezt András küldte nekünk. Nyíregyházán a Pazonyi úton van egy trafi, a kisbuszból mérnek Janika üzeni, valamint az Annagyi hegyi pihenőnél sebességmérő autó az M7 és az M1 felől érkezőket mérik. Ezt Ceró küldte nekünk. Köszönjük szépen! És hát gyerekek, elindult. Elindult a jelentkezés áradat. Minden szingli el akar menni jövő hétvégén randevúzni ismeretlenül egy lányjal. Úgyhogy csajok, fiúk, írnak morningshow@classfm.hu. Ez az e-mail című, ne felejtsétek el, hogy zajlik tehát a valentinnapi játékunk, ahol most kivételesen mi szingliknek szeretnénk egy kicsit boldogabbá tenni, romantikusabbá, szebbé a valentin napot. Ez egy jó megközelítés, ne csak azok örüljenek, akiknek párjuk van. Így tehát két szingli elmehet majd valentin napozni a Vadkertmajorba, és hát eltölthetnek együtt egy romantikus hétvégét. Vagy aztán lesz-e valami, vagy nem, azt már ők tudják. De reméljük, hogy lesz. Azt kívánjuk nekik. Az rájuk van bízó, hogy kapcsolat lesz a dologból. Nem lesz kapcsolat, nekik kell eldönteni. Minden esetre jövő héten zajlik majd a nagy casting, ahol két ember ismeretlenül elindulhat egy romantikus hétvége felé. Így van, a Vadkertmajor tökéletes hely egy kis romantikázás, és egyébként az egész történettel kapcsolatban minden információt megtaláltak a Facebook oldalunkon, úgyhogy látogassatok el oda, és amíg nem lájkoltatok, lájkoljátok, nagyon dolsza. Ja, a Vadkertmajor annyira csendes, érted, hogy képzeld el, ha mi mennénk ketten, Jani, akkor péntek délután lefeküdnénk aludni, és vasárnap estig nyomnánk. Érted? Nem mond. Ezt azt mondod, hogy alvás, ez hát. Ezt is akarom hallani. Én szerintem már bedobnám a hunyót odafele. Aztán te csak kiemelnél, alám nyúlnál a kis kezeiddel, az egy kis gyenge-zsenge testemet így megfognád, és bevinnéd az ágyba, és így beleraknál. De miért akarnék én ott aludni? Hiszen otthon is tudod. Ha azt, ami rohadtak. Legszebb öröm a kár öröm, mi? Rohadik, hát így nyíljon meg nektek az ember, így mondja, majd nekem is hazudnom kell, mi van otthon? Eszünk, iszunk, alszunk, mifizünk, akilunk, minden a legnagyobbra, egyetemre megyünk. Veled vagyunk, hidd el. Sose voltatok velem, rohadékok. Mondjuk jó, ez igaz. Sose, ez veled vagyunk, ez úgy hazugság, ahogy van. Na, mit akartál mondani? Ja, két dolgot szeretnék mondani, az egyik egy a korábbi témákhoz kapcsolódik, ugye a dániai kábellopással kapcsolatban, ugye elmondtuk, hogy meglehetősen elítél a véleményünk az esettel kapcsolatban, nagyon-nagyon szégyen teljesnek gondoljuk a dolgot, viszont azért a kommentelői lélekről hagy villancsak meg egy nagyon kedves kis képet. Én mindig meg szoktam nézni azoknak a Facebook oldalát, vagy Facebook profilját, akik a legdurvább kommenteket írják be egy-egy ilyen hír alá, és hát találtam egy ilyet, felmentem a hölgynek a honlapjára, és akkor figyeljétek a kontrasztot. Egyfelől van egy ilyen poszt a hölgynek az oldalán, ami egyébként tele van ilyen angyalkákkal, meg virágokkal. Tehát édes aranyos. Így van, csodálatos dolgokkal. Idézek, uram, ki fönt vagy a mennyekben, úgy tudjak hinni rendületlen, hogy mindig jó lehessek, soha se gyűlöljek, csak szeressek. Ez ezt írta be a kábellopás alá? Nem, a kábellopás alá a következőt írta. Foszforbombát neki, egyszer csak majd elfogynak, a csótányt is ki lehet írtani, akármilyen szapor. Köszönöm, uram. Foszforbombát neki. Ha hallott? Hát, hogy igen. Na most én nem szeretem ezt, amikor ezeken te húzod magad, de ezt most megérte. Ez, hogy ezt megkerested, ez megérte. Azért van kontraszt egyébként. Igen.
Igen. Hogy mindig jól esek, soha se gyűlöljek, csak szeressek. Na mindegy. Foszforbombát nekik. Hát igen, ilyenek a kommentelők. Igen. Mondtad, hogy van két dolog, ez volt az egyik? Igen, ez volt az egyik. A másik pedig egy a fantasztikus közlemény, egy vállalatnak a szóvívője közleményt adott ki egy esettel kapcsolatban, és képzétek el, az történt, hogy nemrégiben a dublini repülőtéren az egyik légitársaságnak a gépét éppen pakolták le vagy föl a munkások, akik ugye ez a társasághoz tartoznak, és hát éppen leesett. Ő is úgy gondolták, hogy ebbe a hóba rajzolni kellene valamit, és hát ugye férfiakról lévén szó, mit rajzoltak vele, egy hatalmas férfi nemi szervet, amit természetesen egy utas lefotózott az épületből, és felrakta a hálóra, a világhálóra, ahol mint a Pest is egy pillanat alatt eltérhet az egész, mindenki ezen rölgött, hogy mekkora poén, ott van a repülőgép, és ott van mellett a hóban ez a hatalmas szerv. És mindenki azt várta, hogy majd akkor ugye a vállalat, ahol dolgoznak ezek a munkások, majd elnézésként, meg bocsánat, ez egy fapados légitársaság, egy ilyesmi. Így van, ehelyett a következő történt, a légitársaság a következő közleményt adta ki. Míg földi személyzetünk piacvezető módon 25 perc alatt hajtja végre a ki- és bepakolást, addig úgy látszik, a művészet nem az erősségük, ugyanis egyértelműen látszik, hogy elfelejtettek szárnyat rajzolni ennek a repülőgépnek a hóban. Jó. Halálosan jó fejek, nem? Egyébként tényleg. Aztán ugye a háttérben mi van, tehát hogy ott lett-e kirúgás, azt nem tudjuk, de a kommunikáció jó. Ezt nagyon szeretem. Igen, ezt látni kell arra, hogy tényleg úgy néz ki, hogy bele tudod látni, hogy ha akarod, akkor az egy repülő szárny nélkül. Nyilván nem az, csak hát ugye a szóvívő az egyébként élelmes volt. Igen. Jó a nyilatkozat. A rajz is szép egyébként, láttam. Én mutatós. mutatós kis rajz, igen. Hát így kell jól válaszolni, így van. Nem? Figyeljetek már, ez a válaszolás. Nem írt még nekünk a bajusz versenyünkre a köztesség? De írt, a Júli mindjárt elmondja, hogy mit írt. De ugye el akarunk indítani majd egy bajusz versenyt, pillanatokon belül lezárjuk, szerintem azt is jövő héten egyébként ugye a fotópályázatunkat, az így készült, hogy Kitty. Igen. Nem sokára zárjuk, és arról beszéltünk, hogy majd valamikor tavasszal, nem nyilván egyből ezután, elindítunk egy nagy országos bajusz versenyt. Hát idő kell, amíg rákészülünk mi is. Amíg mindenki rákészül, és lesz egyébként szép hagyománya is van, meg tényleg rossz a dolog. Egy nagy bajusz versenyt indítunk, hogy a legszebb bajuszú emberek jelentkezhetnek. És ugye kitaláltuk, vagy hát eljutottunk végül is a köztársasági elnök úrhoz, és mondtuk, hogy felkértük, hogy legyen az ő a fővédnök ennek a... Hát nem rendezvény ez tulajdonképpen, hanem hát esemény. Hát csodálatos nemes vetélkedő, a bajuszos férfiak mencsvára. Több száz éves magyar hagyományról beszélünk. Tehát szerintünk teljesen korrekt, tehát hozzá nem jutottunk el az első védvonalnál, ami közvetlenül előtte. De nagyon helyesek voltak. Főleg úgy, hogy váratlanul törtünk rájuk, igen. Tehát ugye nem volt előre egyeztetve. Úgy tudjuk, igen, és Júli már hozzá is, hogy gyakorlatilag kaptunk egy válaszlevet a köztársaság elnök hivatal doktor úrtól. Na. Tisztelt Fraka Géva Júlia, köszönjük levelét, de Áder János köztársasági elnök úr kötelezettségei és programjai miatt sajnos nem tudja elfogadni a felkérést. Hmm. Megértésüket köszönöm. Munkájukhoz sok sikert kívánva, üdvözlettel, Altoriai Anita. Nagyon, Anita nagyon drága egyébként, nagyon helyes, vele többször beszéltünk. Tehát, hogy ő nem, ki lesz nem... a következő bajszos ember, akit... Nem tudom, hogy kell-e, akkor... Tessék? Hogy elengedtük ezzel? Hát, nekem ez egy elég határozott nemnek tűnik, mert én nem tudom, te mi küldjünk oda 6 kiló, de mangalica sonkát, vagy mire van. Szerintem adok minden ajtót megnyit. Hát enni csak szeret a köztársasági elnöki úr. Én ebben egy elég határozott nemet. Te merek, tudok, vélek kiolvasni, de hát meggyőződés kérdés, hogy ki hogy látja ezt a dolgot. Szerintem ez van, aki csak az ötödikre. Az ötödikre mond igen, nem? Hát ostromoljuk továbbra is. Ostromoljuk szerelmünket. Hát gyerekek, ennek ellenére megcsináljuk szerintem. Tehát, aha, hogyha nem akar, vagy sok dolga van, sokat utazik, akkor én ezt elengedném. Kell fővédnök. Hát ki van még, aki ilyen nagy bajuszú? És, én a parlamentbe tudok. Ne. De most akkor hagyjuk őket. Laci bácsit, ne. Hogy dolgozzanak. Ki van a parlamenten kívül, aki. Ezen gondolkozunk, ezt nem most találjuk ki. Laci Betyár, aha. Őt nem ismerik annyian. Laci Betyárt? Igen, Laci Betyárt. Laci Betyárt nagyon sokan ismerik szerintem. Volt főzős műsorban, vannak ilyen szórakoztató programjai. Azt mondod? Szerintem Laci Betyár, azt hiszem Laci. Laci? Uh-huh. Jani Betyár? Jó, nem, ezt még van időn kitalálni egyébként. De... Józsi, Béla, Laci. Gábor, hú, Laci Betyár. Nagyon sokan ismerik, hogy hívják? Laci Betyár az. Na. Jó, ezt még kitaláljuk minden esetre. Hát akkor innen van egy nemleges válasz, tehát szerintem ezt el...
elfogadhatjuk. Hol lehet jelentkezni a Bajusz versenyre? Kérdezitek többen, ezzel várjátok még, ez egy tavaszi projekt, tehát egyelőre ezt lezárjuk, aha. Kicsit legyen jobb idő, mindenki szépítgesse, csinosítgassa a Bajuszát, meghirdetjük majd, lehet, hogy összekötjük a vágtával, és akkor ott lesz az eredmény átadó, mert ugye tulajdonképpen a magyar hagyományokat őriznek a vágtán is, úgyhogy ez nem egy mostani történet, az majd kora tavasz, tavasz, nem? Inkább igen, akkor, igen, akkor csináljuk. Hát tavasszal jobban nő a szőr. Egyelőre szárnyaljatok velünk a szerelem hullámhosszán. Bizonyám, a romantikus hétvégében. Na, Juli, mondtad, hogy van egy nagyon helyes sztorid, ezt imádom, nekem elmesélted, hát ez olyan... Tudod, hogy kicsit kettő között marad. Kettőnk között marad, miért, igen. Na, hát a vége a történetnek. Ja, mert most spórolni akartunk a fürdővizen. Azért, Janis. Képzeljétek el, hogy hát egy szülőnek, egy anyának, ugye ma már erről beszéltünk többen, hogy mindent el kell viselnie. Este 7:30-kor értem haza szülői értekezletről, amiről dolgozott, úgyhogy a nagymama vigyázott a gyerekekre. És hát érkezésem előtt a Lidi valamit nagyon keresett a fürdőszobaszekrényben, úgyhogy fogta az egészet és magára rántotta. Kiborult minden, az összes sminkészlet, az összes bizsú, ékszer bele a WC-be, illetve a felmosó vödörbe, ami félig tele volt. És hát a nagymama, hogy mentse a helyzetet, elkezdett kipakolni mindent, és fogta a felmosó vizet, és a kádvízbe, amiben megfürödtek a gyerekek, beleöntötte, mert nem tudta hova tenni, tehát el kellett kezdenie kipakolni mindent. Na, én erről nem tudtam, fogtam a nagymamát, és hazavittem. És mikor hazaértem, láttam, hogy ott van a kádvíz. Ugyan egy picit zavaros volt a gyerekek után, mindig zavaros a víz, még beleraktam a lábamat, hát még éppen, hogy csak langyos volt, gondoltam, megfürdök benne, mert hát az ember megfürdik. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem. És bent pancsolok, megmostam a hajam is benne, amikor a Lidi hangja egyszer csak kívül, hogy anya, ugye nem fürödtél meg a fürdővízben? Miért? És bent ültél, hajat mostál, ahogy kell. Nem, már éppen szálltam ki, aha, mert hideg volt a víz, amikor a Lidi beszólt, hogy ne fürödjek meg benne, mert hogy a nagy beleöntötte a felmosó vizet. Úgyhogy ja, azzal a mozdulattal dugó kihúz, visszaáll, fürdővíz megenged, újra kezdtem az egészet. Még egyszer lefürödtél? Hát miért? Ja. Hát most már, ha másáltal kész volt állat, akkor már teljesen. Istenem, és hány ilyen van, hogy gyerek után eszel a földről, hogy gyerek után fürdesz. Én egy csomó mindent a gyerekek után csinálok. Te nem szoktál a gyerek után enni a földről? Persze, hogy ne veszem kárba. Nem, most már nem, de... Már ez mit jelent, hogy a gyerek lejti? Hát a gyerek lejti, és igen, azzal a mozdulattal fölveszed, ő neki nem adott már oda, de hogy ne veszem kárba. Miért ne adnád? Csak lefújom. Tessék kicsit. Kell a vita, abban van a vitamin. Sűrű az. Hát főleg, amikor kisebb volt, akkor a rendszeresen landolt a földön. Az uzsonna, vagy a reggelés. És mi volt a fürdővízben? Tehát abba beleesett ilyen sminkészlet? Abba beleesett, igen, mindenféle sminkészlet, amit a nagy elkezdett akkurátusan kimerni, de aztán volt egy pont, amikor kiöntötte a vizet, és mivel a WC-ben nem öntette... A felmosó vödörből. És képzeld el, hogy amikor kiszálltam a kádból, akkor láttam, hogy vannak benne ilyen tincsek. És a Lidinek van ilyen sellő barbia, és hívtam, hogy mondom, Lidikém, megtépted a Barbit? Mondom, mi ez? És mondta, hogy igen, anya, hát kihullott a haja. És akkor mondta, hogy de ugye nem fürödtél meg benne, szóval egyáltalán nem biztos, hogy az a Barbie haja volt. Ó, az a nagyinak a... Nagy, kicsit elhullajtottam? Tök mindegyet, amit feltöröltünk. Az szép, és abban szépen megfürödött. Még amilyen a hajad most, abban még simán lehet. Kérdezni is akartam, hogy mi ez a sok bizsuma reggel a hajad. Három orkarika, egy szemceruza, és két pirosító van a hajadban. Látok, is ilyen káosz van mindig? Mármint, hogy milyen szempont... Igen. Hát nem, minden szempontból, hogy ma hallgatom a Julit. Hogy kicsit elmarad így az információ áramlás. Hogy hát de a két gyerek, tehát én nem szoktam nekik szólni, hogy gyerekek, akkor most megyek és megfürdök abban a vízben, amiben ti fürödtetek. De ők azt azért nagyjából tudják, hogy az először... De miért fürdesz abban a vízben? Mert még meleg. És igen, mivel leengedem, és újra töltöm, vagy letusolok, hát miért nem? Nézd meg, hogy mondjuk csillagol. Ez egyfajta Jani effektus. Megértelek. Én tökéletesen megértelek. Ebben a témában támaszkodhatsz, nem nyugodt. A különbség annyi, hogy nálatok vasárnap van kád leengedés. Így van. Náluk az időintervallum egy picit más. Ha süt a nap, akkor melegebb a víz, ha borús az időjárás, akkor picit meghűl a víz. Hát várjátok a nyarat, hogy besüssön a nap az ablakon. Nálatok csak ennyi a különbség. Én annyit szoktam kérni a gy Én még ezt se kérdem. Csak ne legyen középsugaras. És akkor mindig megígéri. De hát szerintem az, hogy egy anyu megfürdik a két gyerek után. Az tök természetes. Nem normális. Szerintem ez normális. Teljesen normális. Hát most behúztam. Nem tudom. Jobban dörzsölt a víz a kis szemcsék miatt. Jobban lejött a kosz rólad. Hát figyelj, mondjuk
nyáron, amikor játszótér után hozom haza őket, homok? Akkor olyan, mint homok a tengerparton. Csak abban még a Miró is bele után? Tehát ne, kijössz, és akkor a Miró is? Néha. Kicsit ilyen sorozatfürdés van? Hát, mert tényleg tiszta, Jani. Sorozatfürdés az van. És egyébként az ilyen vizet, akkor még utána kimerünk belőle, és ha kell, akkor azzal még leöntjük egyszer a vizét is, úgyhogy mi iszonyú, akkor tudatosak vagyunk. Leöntitek a budit. Ez igen. Na de várjál, hogy van? Tehát van egy kád víz, de abban megfürdesz, és mondjuk valaki elment vécére, akkor azt mondta, hogy várjál, ne húzd le, hozom a kád vizet, hogy átmered egy vödörbe, és gyorsan oda mész, és leöntöd a budit. Hát egy adag pisit le lehet vele önteni. Hát gyerek, kérdez, akkor én nem vagyok elég. Akkor... Ez szimpi. Normál, én jó házakban úgy van, hogy a lefolyó víz, az megy egy ökológiai lábnyomukon. Százból egy. Így nagyon van, hát egy WC lehúzást megspórolok azzal, hogy a fürdővízzel öntem. Engem kifejezetten zavar például, hogy zárva vannak, illetve zártak a WC tartályok, és nem lehet belönteni rögtön. A vizet. Mi? Átszívnám. Nem, átviszed szájba, vagy átmered? Nem, van vödrünk, tehát hogy a hajós megoldás nagyon kreatív. A szerintem mint a pelikán, átszállított alsó ajakkal. Én simán beleraknál. Nagyon sokan használnak ugye első vizet WC-öblítésre. Miért ne lehetne például visszavezetni ezt a mosóvizet a WC-nek? Hát, ha így építed a házadat, akkor meg lehet csinálni. Ilyen. Ha ilyen ökoházat építesz, akkor igen, hogy az esővizet összegyűjti, de azért az, hogy az mennyire életszerű, hogy lefürdik a család hárman egy vízben, és amikor kész vagytok, és mindenki kiszállt, akkor jössz a te kis rózsaszín kis villadás vödröddel, és 8 fordulóval föltöltöd a WC tartályt, vagy pedig teszel félre a fürdővízből, és amikor lement a WC tartály, akkor visszatöltöd a fürdővízből. A gyerekek, én akkor nem vagyok elég környezettudatos. Ez biztos, ezt tudtuk eddig. Nem. Tehát, hogy ez, hogy én ezt a büdös életben nem csinálnám, hogy mi a WC... Tök korrekt, Jani, leemeli a WC. Micsoda, hogy minden este leemeled a WC tartályt, és visszatöltöd a fürdővízből. Nem a tartály, csak a tetejét. Hát a tetejét. Nem, de ezt mondom, hogy ezért sajnálom, hogy ez nem megoldható. Aha, közlekedő edények, gumicső. Azt mondom, hogy át lehet szívni. Azt mondjuk, Atya Isten. Az nem rossz. Meg kell szívnod egyszer. Hát tudom. Tudod, és akkor utána már megy. A fatrom azt megtanította. Borfejtésnél vagy? Hát igen, egyébként. Egyértelműen. De akkor miért nem állsz ki egy abrosszal, amikor esik az eső, gyűjtöd mert össze? Mert az abrosz áltereszti az esővizet. De akkor mit tudom, egy gumicsizmával. Egy gumit, és akkor kiraktok vödröket, mikor esik az eső, összegyűjtitek, és az a fűző. És a gumicsizmákba se állunk ki, hanem gumicsizmákat is kirakjuk. Atyai, de most tényleg én nem vagyok akkor elég környezettudatos, ha én ezt mondjuk nem csinálnám. Tehát én azt mondom, hogy nem szállandgálok rózsaszín villadás vödörrel a kád és a budi tartály között. De mi anyámnál például úgy van, hogy van egy csatorna, ereszt csatorna, és az nem földig érő, hanem itt föld fölött egy méterrel, és alatta van egy hordó. Amikor esik a víz, akkor abba megy bele. Igen? Ezután a mama kimegy a kis izével, egy ilyen 2 literes kancsóval, és abból locsolja a virágokat. És hogy nőnek a növényektől? Az praktikus, tehát hogy az tök jó, az szépen nőnek a virágok, az jó. Na, de hogy a kádvizet átmerjem a budiba, az nem szerintem tudom. Tehát, hogy korrekt, az is. Aki félig a hajszálas, egy kis fürdővizes, olyan kis valamit, ott rohansz egy vödörrel, átmered a budiba. Hajszál. Hely a barokkos túlzás. Ebben a formában, azt nem tudom. Tehát, hogy így... Úgy kellett volna megépítetni a házatokat rögtön, hogy az lemegy egy tartályba, és a tartályból megy a WC-be. Olyan van állítólag, hogy a kézmosó csapnak a lefolyó szifona, az átvezet a WC tartályba. Az tök okos. De olyan is van, hogy a mosógépet bevezetik, és a mosógép, amit kidob, ugye azzal te még tudsz WC-t öblíteni. Tehát ez nyilván tényleg pazarlás, hogy egy csap vízminőségű vízzel öblíted le a WC-t. Tehát erre már sok megoldás van, csak ha a ház nem így épült, már pedig mi nem építettük, hanem készen vettük, akkor azért egy elég nagy felújítás kell, hogy ott átcsövezze az egészet, tehát ott picit fúrnak, faragnak. Tehát ezt nem tudod megcsinálni, mert vannak ezek a geotermikus kutak, tehát tényleg sok minden jó van. Ha az ember így építi, hogy az most mennyi idő alatt térül meg, nem térül meg, ez egy nagy kérdés, vagy ugye? Vagy vesz egy vödröt. Vagy veszel egy vödröt, és létrára állsz, és fölülről bele. Vagy alapból. Beletöltögeted a WC tartályba. Jó, vannak alsó építésű tartályok. Jó, hát én már láttam, hogy egy kis gumicsizmában mész föl, és ezért töltöd. Igen. És töltöd bele a felső tartályba. Igen, kis pantallóban, piros gumicsizmában. Vagy egy picit magasabban van a kád, és alacsonyabban a WC. Tehát, hogy eleve érted, és akkor szépen átfolyik. Ja, hogyha egy helyiségben van? Igen. Ja, csinálni egy ilyen kis átvezetést. És akkor onnantól kezdve már nem lenne. De gond. Akkor azt nagyon primitív mondom, azt egy ilyen fél ereszt csatornával. Beszögeled oda az ereszt csatornát. Igen. Egy nagy parafadúgó a kád aljába,
azzal engednéd rá a vizet. Egy klasszik család, mondjuk a szelektív hulladékgyűjtésen kívül, meg hogy lekapcsolja az áramot, meg a, mit tudom én, a biztosítékot, hát nagyon sok minden alapvető dolog, de nem tudsz nagyon csinálni, lejjebb veszed a fűtést. Na most itt ülünk öten, ebből ketten egymás után fürdenek, a kimerik a WC-t, vagy a vizet és a WC-t leöntik vele. Mi az, hogy nem sokan? Ötből kettő? Jó, gyerekek, nem tudom. De akkor, igen, nekem az egymás után fürdés, és beülünk hárman, és megfürdünk egymás után, és a zsűr még csöndben van. Yeah. Tehát én, mikor Viki fürdik, én engedek egy tiszta vizet. Hát kövezzetek meg, én tudom, hogy én... Te a Viki után se fürdesz meg? Ne, én leengedem a vizet, és én szeretek beülni egy kár tiszta vízbe. Hát most nem. Én nem ülök be után, de a gyerekek után se. Tehát, hogy így... Ezek a fürdő 81 víz, és az utolsó az már nem látja az alját, tudod, mert már kicsit elsötétült. Milyen mély lehet ez a... Én engedek. Most én környezetszennyező vagyok ezáltal? Hát, vagy? Nem. Igen. Végül is nem. Hát hány liter picit nagyobb terhelést adsz a környezetnek, de... Picit, de én azt behozom. Hát tudod, hogy mekkora a kád. De még nem fürdöm kell, én 10 perc, 15 percet állok a forró víz alatt, és ez sokszor mondom, én veretem magam a forró vízet. Nekem majd 20 perc alapból az zuhanyzás. Jó, tehát úgy indul, hogy... széles hátat kell. Tehát úgy indul, hogy bemegyek, és 4 perc, mire megbeállítom a kellő hőmérsékletet. Újabb 4 perc a pók. A sarokban mi lesz lelőd? Te meddig zuhanyzol? Olyan 4 percig meggondolod magad, és megpróbálod visszaállítani az első hőmérsékletet? Nem, hogy kéne? Bemegyek gyors szappan, lezárom az zuhanyzást. Kis víz, víz, jó, és kijövök. Szappan, hát lemosod kész. A zuhanyzás az arra szolgál, hogy te felfrissüljél. Az arra szolgál, hogy te ott kicsit erőre kapjál. Beállsz a zuhany alá, és engeded magadra a forró vízet 10 percig. Hát erről szól a zuhanyzás, nem? Amit veled vagyok. Nem? Ti támogatok. Hogy zuhanyzol, Juli? Te is ilyen gyorsan. Tényleg? Kedvesít, elzár. Szappanoz, lezuhanyoz. Nem, a Juli az úgy zuhanyzik, hogy miután a gyerekek lefülöttek, van egy ilyen kerti hordó felszerelve a kézébe. Hát átmeri oda a vizet, a kádból a vizet átmeri a kerti hordóba, aláll és kinyitja. De hát a zuhanyzás van, érted? Nem te vagy a zuhanyzásért. Ez megint az a felállás, hogy tehát akkor elzárod a vizet, amíg szappanozod magad, kicsit fázolod, száraz testről, nyomod magad, gyorsan lefűdesz, és egy perc alatt kijössz. Abban nincs élvezeti faktor, nem? Én a gyerekeket egyszerre zuhanyzom például. Mind a két gyereket beállítom. Az praktikus, az jó. Hát az tök jó. És általában el is zárom, de csak azért zárom el a vizet, mert ha az ő kezükbe adom, akkor minden körbe spriccel. Az tök jó, mert két gyereknek nem kell, még egy perc alatt is. Nem ázok fél órát a tus alatt. Nem. Igaz, mert az a baj, olyan gondolataim vannak. Kétféle felfogás találkozik itt egymással, ugye Júlia a tisztálkodásról beszél, illetve én is, Balázs pedig a wellnesselésről, összekeveri a zuhanyzást a wellnesseléssel. Nem. Nálunk az van, hogyha bejön valaki, amíg én zuhanyzom, az egyből egy gőzterápiát is levezényelhetett magának, meg egy szaunaterápiát, de úgy jössz be a fürdő, szóval nem látsz konkrétan, olyan gőz van. Tehát, hogy én nem tudom. Többször találtatok már ájult azt másokat a küszöbben. Illetve hozzánk küldik őket, igen. Utógondozásra, igen, mint régen föl a Schwab-hegyre hozzánk jönnek tulajdonképpen. Fene se tudja, nem tudom. Én ezen nem fogok spórolni. Figyelj, nálunk nagyon, a mi családunkban a gyerekeknek is nagyon fontos a környezettudatos gondolkodás, az én gyerekeink már alapból szelektíve gyűjtik a szemetet, és ez is úgy valahogy hozzátartozik. Soha, ha nem aludtak 5 éves koromig, de szerintem az tök jó, hogy a gyerekeidet erre neveled, meg megtanítod neki a szelektív hullat, hova teszik az üveget, hova teszik, mit tudom, ezt azt elviszitek, tehát hogy az szerintem az rendben van, hogy adsz nekik egy ilyen ökotudatos dolgot. De amikor én hosszan zuhanyzom, akkor eszembe jutat az, hogy ti ketten viszont röviden, és így viszont X-re játszunk. Tehát, hogy a mi csapatunk az egyébként egy átlag X-et hoz, ez így a melegvízkvótánk. A melegvízkvótánkat nem játsszuk el, mert Feri a középtávú, tehát ez a nem is sokat, nem is rövidet, nem? Te csapatod azért. Én de... szeretem. Én nagy vizet a kádba. Igen, jó. Nem kell sok, mert ugye a kiszorítás az működik, de a tusolásban én sem Balázsral vagyok. Hogy... Nálad 10 centinő is a gyerekek már ugye belefulladnak. Ha persze, bele nem is már azért nem ülök már. Szállj ki a vízből, szállj ki a vízből. A fürdőszobában áll a csíkig a víz, ha én fürdök. Én például a nyári locsolástól is rosszul vagyok. Hát, gyere át hozzánk, Júli, egy nap alatt infúzióra tesztek. Én locsolok. Nálunk általány van, tehát nem fáj az, hogyha többet locsolunk, de egyszerűen valahogy rosszul érzem magam attól, hogy locsolom a kertet azért, hogy zöldebb legyen a fű. Látod, ő az igazi ökó egyébként, aki nem azt mondja, hogy a pénz miatt csinálom, hanem a víz. Mert ha belegondolsz, egy WC lehúzás 10 forint, mondjuk itt valaki írta, nem tudom mennyi. Tehát, hogy nem a spórolás. Érted, hogy nem a 10 forint,
hanem hogy az éltető vizet. Hát igen, ez azért érdekes kérdés, mert alapvetően tehát azok a növények azért sok mindenhez járulnak ott hozzá, nem csak ahhoz, hogy szebb legyen a kerted, tehát hogy azért az, oxigénet hogy vannak, termel. Így van, vannak ott azok a fák, vannak azok a bokrok, vannak az, van a füvek, meg akár még a virágok is, de hogy így összességében azért ez egy picit többről szól. És ha valaki lemossa a kocsiját? Akkor szép a kerten. Érted. Hány kocsit mosnak le ivóvíz, na, tisztaságú, ivóvíz tisztaságú autóval? Én ott visszahozom a locsolást, viszont locsolok. Tehát nyáron én szeretem szép a kert, engem az kikapcsol, én oda kiülök, tehát én locsolok mondjuk elég sokat, de furt kút van. Hát a kocsit se kell feltétlenül folyamatosan folyó slaggal. Na jó, de ott is végül is az autót is egy olyan vízzel mosod, amit a hat országgal arrébb megérte, nem jut mindenkinek. Tehát ilyen alapon akkor azért elég sok minden el. Pazarolunk, hogy beállsz egy automosóba, jó víz, tisztaságú vízzel mossák le neked, nem? De ott látod a gőzborotvát, tehát egy gőzborotválásra mennyit elnyom? Nem, szóval a gőzborotválásra szerintem pont egy takarékos formája a tisztítás. Hát igen, na de mennyi megy el? Tehát azért az belerakod egy liter, kimennéd, hogy egy autót mire közben borotválnak, persze, hogy ez így apróra nyomják össze, a levegőt tesznek hozzá, nem tudom, de hát ilyen alapon azért akkor ott is. Tehát ezt így nem tudom, hogy lehet így nézni, valóban nagy érték. Igen, ugye Spanyolországban, amikor nagy szárazság van, ott például megtiltják az automosást is. Mm. Amikor ugye ivóvíz hiány van, hogy ott leállnak nyáron, amikor ugye nagy a szájok jönnek. De most ugye kertet ne locsol, tehát az a legjobb, ha van olyan rendszered, ami összegyűjti az esővizet. Akkor ez kicsit megnyugtat. De miért a kertesházban laknál is tudnál locsolni, nem locsolnál? De kertesházban. És ne azt mondod, hogy nyáron nem? De locsolunk, hát persze. Csak sajnálom. Tehát én végig locsolom, és amikor már úgy sötét a föld, akkor én bejövök, a Miró az kint tud állni másfél órán keresztül, és locsol. Egyrészt, mert megnyugtatja, másrészt pedig ő azt mondja, hogy ennyi kell a kertnek, ami nyilvánvaló, hogy kell, hogy ahhoz, hogy szép legyen a fű, de én egy idő után azt érzem, hogy basszus, ez iszonyú pazarlás, amit most csinálok. Igen. Ezért, azért is vannak, mint tudom én, telepíthető vízgyűjtő rendszerek, amik már erre vannak kitalálva, meg ez a csepegtető rendszer, meg egyébként nagyon sokan használják, például a régi emésztőt, amit nem tömtek be, vagy nem szüntették meg, és már mondjuk bekötötték a csatornát, és arra fele folyik ki a szennyvíz, és ott van, ott áll, azt gyakorlatilag vízgyűjtőnek, egyfajta ciszternának használják, és akkor az esővizet, amikor így, mit tudom én, szokott lenni azért ilyen tavaszi-nyári hónapokban, hirtelen leszakad az ég, abból szépen belevezetik. Ezt a mennyőszúnyog invázió. Ja. Igen. Na jó, neked semmi nem jó. Na hát így aztán már tényleg nem lehet, és aztán ne is permetezzenek, mert a tunyog meg igen. Ez panelba. Igen. Na jó van. Fürödjetek egymás után. És a Janiék is járjanak át hozzá. Igen, hogyha nem. Hát nem, a kvótákkal kell kereskedni, érted? Legyen megszabva, hogy minden ember hány liter vizet használhat el, és akkor ugyanúgy, hogy például az üvegházhatású gázok kereskedésével, vagy kvótájával is kereskednek, majd mit tudom, csak lássak belőle a pénzt, érted? Gazdag lennél a barival üzletet. Mennyit akarsz, csak fizess azért a kvótáért, amit majd én adok neked. Igen, megveszem a te el nem fürdett kvótádat. Fél tíz múlt pontosan 6 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanat. Ha valaki szeretne a Szerelem hullámhosszán című kis morning show-s valentinnapi szingli embereket összehozó játékunkra jelentkezni, morningshow@klasszfm.hu, írjátok le, hány évesek vagytok, mivel foglalkoztok, és minden fontos adatot magatokról, mert hogy hétfőn kezdődik ez a játék, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Köröshegy, esik a hó, ezt Feri küldte nekünk. Feri úgy porol a vízzel, hogy nem issza meg. Nagyon szép gondolat. M3-as 204-es kilométer Budapest felé mérnek. Ez Dávid üzente. Aztán igen, nagyjából ennyi. Ezek a legfrissebbek igazából. Na, mutatjuk, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Ugye kitaláltuk az alternatív Valentin napot, amit mi nagyon szeretünk, egy romantikus hétvégéről szól ugyanúgy. A romantika van előtérben, a hangulat, a szerelem, és minden, ami a Valentin naphoz hozzátartozik, csak egy kicsit megspékelve, úgy amúgy morning show-san, mert hogy az, hogy két ember, akik már ismerik egymást, és elmennek valahova Valentin napozni, ez jó, de tulajdonképpen kicsit talán közhelyszerű. Igen, nem? És hát alapvetően egy kirekesztődnek ebből azok, akik egyedül élnek, a szingli. De most ez, már lesz a, ez lesz az ő pillanat. Most így már van, két szingli, nem? Két szingli biztos, hogy nem, mert hogy a Morning Show elindít egy olyan Valentin napi kis játékot, amikor is szinglik jelentkezhetnek, ezt találtuk kiadásban, hogy mi a menete ennek, hogy lesz a jelentkezés, két ismeretlen ember, aki majd éteren keresztül egymásra talál, elmegy hétvégézni, aztán, hogy ott mi történik, és jól sül el a dolog, ez már csak rajtuk múlik, mi mindent megadunk nekik, hogy egy igazán klassz, romantikus hétvégén vegyenek részt. Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy mit kell csinálni, ha a gyermek nem alszik,
kinek milyen praktikái vannak, és miért van az, hogy néhány szülő, ugye Júli is becsatlakozott, bele, így jött a beszélgetés, hogy becsatlakozott, arról beszéltünk, hogy miért van az, hogy néhány szülő, de leginkább sokszor a nők vagy az anyák lódítanak, ha a saját gyermekükről van szó, és míg más elmondja őszintén, hogy az ő gyereke mondjuk rossz az óvodában, vagy nem eszik, vagy vannak tanulmányi problémák, van az a szülőtípus, aki inkább hazudik, sem mint hogy beismerje az igazat, ami valójában történik a saját gyerekével, és megy a nagy kollektív hazudás. Nem megy egy ilyen baráti rendezvényen. Milyen rossz lehet azoknak, akiknek hazudni kell egy ne, jó alvást. És igen, mert szemetek, nem erről beszéltem. Figyelmesen hallgatok Ferivel nagyon a beszélgetéseteket Julival, mert rengeteg új információ volt benne számunkra. Jó, ismeretlen információ. Ugye? Egy csomó mindent megtudtatok ti is. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 10 óra, morningshow@klassfm.hu, itt lehet jelentkezni, fontos, hogy írjátok le, hogy hány évesek vagytok, mivel foglalkoztok, és egy olyan, mint tényleg egy társkereső hirdetést adnátok föl, tehát mindent, amit fontosnak tartotok magatokról. Jó, hétfőre választunk egy palit, ő lesz a nagy ő egyik fele, mármint a férfi, és aztán a hét többi napján majd jönnek a kiső nők, és ebből jönnek lesz a kiső nők, és aztán ők ketten találkoznak, és elmennek hétvégézni. morningshow@klassfm.hu-ra várjuk azon valójában tényleg szingli férfiak e-mailjeit, már csajok is jelentkezhetnek, hogy megkönnyítsék nekünk a helyzetet kedre, akik tényleg nem családosak, nincs barátnőjük, nincs feleségük, ezt nyilván lenyomozni nem tudjuk, csak kérjük, hogy ne egy olyan kalandos hétvégére vágyatok, hogy közben hát, akkor a két gyerek és a feleség otthon vár, tehát lehetőleg ne ilyet. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, de hát hogy is tudná ez bárki megtenni, akinek családja van, hogy ezen a hétvégén kiküldetésben vagyok? Vagy hallottunk már ilyet, hogy valaki elment hétvégére, fiús hétvége ide-oda, aztán közben ugye jánya volt, hát azért ilyen van. De ráadásul országvilág előtt egy kis hallgatott rádió. Az egy picit mondjuk jó jogos, az ott melegebb, hogy azért be kell jelentkezni adásba. Igen, úgy gondolom, már egy-két fotó készül, hát persze nem majd az ágyban, de mondjuk, ha wellnesseznek, vagy valami, akkor azt kirakjuk a Facebook oldalra, itt-ott azért megjelenik, tehát nem nagyon tudnak itt a családosok labdába rúgni, azt gondolom. Hát vagy nagyon meleg a pite, úgy, igen. Hát, ő nem használ internetet, az asszony nem nézi, úgy lehet. Igen. Vagy úgy, ahogy ezekben a színes képes magazinokban szoktak lenni, fürdőruhába. Az értelmezhetetlen romantikus képek, amikor a celeppár bent ül a fürdőruhájában, a kádban. És látod, hogy mind a kettő szinte nyakig fel van öltözködve, iszonyatos. De mi mit szeretnél látni? Ezt nem. Egyáltalán nem szeretném látni, ha már kérdezed, de azért fura, hogy lefényképezik őket, hogy benn van egy fotós, és közben ők pezsgővel kocintanak, és mind a kettőjük a ruhában gyakorlatilag a vízben, a kádban. Milyen életszerű, nem? Egy jacuzziban. Hát az a szálloda jacuzzi, nem? Vagy az a szobában van, mint jacuzzi? Szoba jacuzzi is, persze. Igen? Az kemény. Na, hívjuk a naphallgatóját. Aztán észrevették, hogy nem ti jöttök, hanem mi. Visszavették. Menjenek hátra a fészerbe. Halló! Hello! Jó reggel, ciao. Hát nem mondtad. Dehogy nem, hát mondtam, azzal kezdtem. Halló. Halót értettem, de lehet, hogy már paranoiás. Morning Show, így kezdtem, Morning Show, paranoiás vagyok. Csaba, ne kamuzzál, tessék beismerni, nem mondtad. Legalábbis mi erősen. Én tényleg mondtam, annyira tudtam, hogy én ezt a nap hallgatom, hogy háromszor is elküldtem az SMS-t. Lehet, hogy túl korán mondta, és a végét hallottuk? Ez elejét levágta nagyon. Túl korán, mert még reggel 6-kor mondta, hogy bekapcsolom a Morning Show-t, anya. Figyelj, Csaba, őszintén, ha tényleg mondtad, elfogadjuk. Igen. Olyan 9-kor küldtem az elsőt is. Szinte már a kezem volt a telefon, biztos voltam a életeket. És bemondtad, csak akkor túl igen, korán. Igen. Jó, én elhiszem, nem akarok én itt hadakozni, csak mi már csak a hallót vagy a lót hallottuk, és lehet, ez a Morning Show-nak volt Morning Show, igen, azzal kezdtem. Volt a vége. Azt írtad nekünk SMS-en, Gabi vagyok, egyedülálló dekoratív 80 éves, szeretnék jelentkezni a valentinnapi vakrandis hétvégére, és egyúttal a tavaszi bajus verseire is. Szerettük ezt a kis üzenetet, úgyhogy Csabikám, hát ezzel, ha valójában mondtad, valóban, igen. Akkor te vagy a naphallgatója. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, hol hallgatsz minket, Csaba? Pécsen. Igen, munkádom. A nagy a szél, azt írják a pécsi hallgatóink, hogy nagy szél van. Igen. Egy fájlingózik is a hó, úgyhogy. Az. Úgyhogy ebből még lehet valami. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, ügyes vagy, és azt látom itt a monitoron, hogy van még egy-két ajándékod. Jó, úgyhogy hallgass meg a reklámblokkot, mert... Nagyon szépen, köszönöm. Kapsz még egy-két csecsebecsét, úgyhogy küldjük neked, jó?
Köszönöm szépen, szép napot nektek. Köszi. Hello. Ciao, ciao. Gyerekek! Péntek van! Ez a! Nyomja, Jani! Yeah, yeah, Csabi! Te jó! Nyomó! Tegyél bugyi pénzt a Janinak! Ne, ne az adjál! Még hogy adjál többen! Megyünk egy nézni! Elfogadó! Ti mentek aludni? Én megyek! Kinek mi jut? Kinek mi jut? Éjjel kettőkor megtaláltok, SMS-ben elérhető vagyok. Írjatok nyugodtan, szívesen válaszolok, úgyse alszom. Ki leszek kapcsolva, de másnap megnézel. Igen, ti alszotok, én tartom a frontot. Remek zenék, Csabi. És a recept? Ja, és a recept, hát az sem, ha már ilyen romantikusak vagytok, akkor nem tudok mást ajánlani nektek, mint egy gyönyörű, szép, romantikus, lassú. Na. Nem lassú, de Lenny Kravitz Threat. Oh, azon úgy oda csapunk a Valentin napnak, tessék, nagyon. Csak a Balázs kedvéért. Jó, az új Lenny album nagyon jó, ami már nem új fél éves, de nagyon jó. Most megint nem az újak közül ajánlottam, hanem csak ugye csatlakozva a te romantikus énethez, jó? Jó, tényleg jó. Da. Mi a recept? A Super Bowl alatt, tehát a döntő alatt 1,2 milliárd csirkeszárnyat zabáltak fel csak az amerikaiak. Elvettem tőlük a csirkeszárnyaikat. 600 forint egy kiló, tök jó, 650 a piacon, tehát olcsó. A legelső rész a vastag, azt úgy csináltam meg, hogy nem úgy néz ki, mint amcsiban, hogy egyben van, hanem kifordítottam belőle a csontot, és ilyen buzogány lett belőle. Uh-huh. A kölykök megőrülnek, érted? Mert egyébként egy gyereket rávenni arra, hogy figyelj egy csirkeszárnyat, az nem biztos, hogy megy. Nézd meg a fotót, úgy néz ki, hogy a hús maga az egy ilyen nagy harapásos izé, és meg tud fogni a csontot. Nagyon menő. Azt kell nekik mondani, hogy kis comb. Kis comb, pontosan kis comb, imádják, úgyhogy ez és a maradék másik kettő részéből, mert azért, mert 650 nem dobáljuk ki, kimerjük a vizet a kádból, leöntjük a WC-t, azt a csirkeszárny maradék végigbül, meg levest főzünk. Zöld fűszeres palacsinta betéttel. De nem abból a leves, nem a kárvízből főzzük a levest, mert ennyire ne legyünk azért ökotudatosak, hogy egy kárvizet fölteszünk melegedni. Hirtelen is feladtam az elveimet majdnem. Azért nyugtassatok meg, még vannak határok nálatok is, ti, akik nagyon védítek a természet. Ugye nem egy kárfürdés után főztök húslevest, ugye? Ha nagyon jó kiforralod és átszűröd, szerintem még arra igen. Is jó. Még mindig habzik, még mindig habzik, háromszor leszűrtem. Azért, mert nem hidegbe tetted föl főni, ból mertem hozzá a vizet. Nem, annak nincs köze hozzá, tehát egy nagyon olcsó alapanyagból két marha jó kaja van. De tényleg. Na de még palacsintát is kell sütni, ahogy hallom. Igen, és zöldfűszeres palacsint csak 2 perc 10 másodperc. A Jamie Oliver is megcsinál minden 10 perc. Ez a 2 perc 10 másodperc, hagyjál be ki, mire előveszem a lisztet és megtalálom a tojást, az 10 perc. Ez a 2 perc 10 másodperc a palacsinta, mire megveszem a serpenyőt, eszem a lisztet, mennyi szódát tegyek be, elment fél óra. Ez a 2 perc 10 másodperc, hogy sütök egy palacsintát. Mennyi szódát ennyit? Így körülbelül. Ettől lever a vízet. A 2,5 perc. Nem azt mondtam, hogy nem tévő, perc... nincs utómunka. Nem azt mondtam, hogy 2 perc 10 másodperc, hanem hogy olcsó a csirkeszárny és finom kaját lehet belőle csinálni. Igen, igen. És fogjuk a kisütött palacsintát. Micsodát! Mi palacsintát is kell, rohadjál meg! Mikor sütötted ki? Igen, tudod, és a műsorban ott van előtte minden ja, perc, és 2,5 perc. És a ízi várja a csirkeszárnyhoz kék sajtos mártogatós csináltam. Hát az csak úgy jó. Érted, az amcsik is úgy eszik, hogy úgy nézi a meccset, kék sajtos mártogatót. Ennek most neki elnék főzni, szerdára meg is lennék körülbelül. Hát igen, és kezdve le, hogy majd Balázs után és finom, hogy rohadjál meg, miért tudtál valami egyszerűbbet tudod, és csinál. Egyszerű. Nem, nyilván egyszerű, én dilettás vagyok a konyhában. Nézzét, Morning Show Facebookon már ott van, Juli, ott van? Ott van egy tündér. Ja, mábas, itt van tűz, begyűjt. Rohadj meg, Ferinkám, rendelünk valamit. Na, amíg az kér, az alatt ez is kész van. Na jó van. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám. Jó éjszakát, Jani, aludj. Szemetek. Túlaludtam magam, Feri, ne kínod. Aludjatok sokat, és végén közben gondoljatok rám, jó? morningshow@classfm.hu, itt lehet jelentkezni a játékunkra. Jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.